rendszeresen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balondjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Hat óra után 16 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello, szevasztok. Drága hallgatók, ciao, ciao. Eljutott a DJ-khez a tegnap reggeli kezdés. Jó a füles nekem is. Le volt tekerve az enyém is. Igen. Aranyosak vagytok, puszi. Vagy a zsülci reggel hát, vagy zsülcsörbe járt, igen. Ez talán. Nem biztos, hogy van beépített emberük, mert aha, a múltkor is, amikor ugye mondtam, hogy valaki kivette a szekrényből a fejhallgatómat, akkor a Geri jött oda, hogy hát nem ők voltak. De mondom, Geri, ez egy rádióműsor, nem tudom, hallottál-e már róla, hogy szoktunk néha olyanokat is mondani, ami hát nem feltétlenül gyanúsítunk, igen, benneteket. Vannak fikciós témák. Igen, lehet, Geri, hogy tudom. Én hagytam kint, érted? Szegény ha? Úgy meg volt bántva, mondom, nem kell ennyire komolyan. Ne vedd a szívedre, haver! Azt a mindenit, nem csak puszi, bocsánat, közben olvastam mi valamit. Semmi, nem, csak itt fölbukkant egy hír, aztán arra ja, rápillantottam egy pillanatra. Na, ugye, amiről tegnap beszéltünk pont ilyenkor, Azaria sztori megvan. De figyelj, itt most a Viki jött be, és így mondta, én komolyan mondom, nem hiszem el, de nyilván elhiszem, de olyan hihetetlenül hangzik. Én mondtam tegnap, azt nem mondtam, hogy dupla, de mondtam, hogy elmegy. Ugye azt mondtam, hogy szerintem egy-két nap, tehát hogy ennyit adok nagyjából, de max egy hét. Na de most ez képest a srác. 95% elment, és dupla puskás. Nagyon kemény. Stadion már koncert. A másodikat. 10-13. Senki nem csinált. Figyelj, fölmentél, a jegyet akartunk venni, ugye mi is, a béka is odaült. Úgy kezdődött, hogy te vagy a 745.000. ember, aki sorba áll, minden lefagyva. Felfoghatatlan. És a tegnapi napon 98%-a a puskásnak megtelt. Nagyon. Ezért mondta, hogy akkor még egy. Akkor még egyet csinálom. Tényleg? Júj. Szóval ez valami egészen más. Na most érzem, Na jó, nem, hát korábban is éreztem egy párszor, meg folyamatosan érzem nyilván, hogy boomer vagyok, de hogy de ki az ekkora sztár ez a srác. Ekkora, igen. Konkrétan történelmet csinál a csávó, tehát hogy ez felfoghatatlan. De akkor, figyeljetek, akkor kell lenni egy ilyen párhuzamos univerzumnak, egy olyan popkultúrának, ami így elmegy mellettünk. Szerintem mellette. Nem. Szerintem melletted inkább, mellette. Igen. Nekünk, tehát hogyha van gyereked, aki hallgatja, akkor nem megy el. Tehát hogy én például az nagyon sok, hogy kis nőszert, itt a gyerekek is kívülről fújják. Nem hallgat magyar előadókat. Na ezt mondom, meg már 20 éves, 22 éves, tehát hogy bár 22 évesek is hallgatják az Azariát, hallgatnod kell, és rá fogsz jönni, hogy egyébként tényleg jó a csávó, meg jó a zene. Azt nem kérdőjelezem meg. Szóval, hogy nem megy el, csak valahogy oda kell már nekünk menni, inkább ezt mondom. Uh-huh. Tehát, hogy vagy elmenni egy koncertjére, megnézni, hogy ki ez a csávó, vagy direkt berakni uh-huh magadnak, mert egyébként úgy megy el, hogy az ember, ahogy idősödik, arra frekventál, ami az ő korosztálya, meg az ő érdeklődési kora. Egyszer, mit tudom, hogy a Petőfin belefutottunk már, és akkor így tetszett, tehát, hogy így éreztem, hogy a srácban van valami, mert nagyon... Aha. Szóval igen. Petőfit hallgatunk. Na Petőfit. Mi mit hallgatunk? Ja, egyébként ja, Budapest okon. Igen. Igen, mondjuk mi is a gyerekek miatt, meg Viki miatt, aki nagyon sokat hallgatja, az van, akkor már picit nekem elég, de hallgatják, és egyébként tehát én sose hallgatom magamtól, tehát nekem se jön be. De az, amit ő csinál, az vitathatatlan. Meg például már mi nem is vagyunk se az a korosztály, de szerintem nem is voltunk, mondjuk te a metállal, igen, aki nagyon ilyen zenekeresős volt. Vagy én legalábbis, érted? Tehát ha valaki mondott valami jót régen, és akkor így meghallgattam. De most például én nem csinálom azt, hogy vadászom a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy bárhol. Hát én ezt még mindig csinálom. Tehát, de tök jó, igen, de hogy szerintem műfaj. Kevese, de más a műfaj, tudod? Tehát, és őt egyébként olyan sokan nem játsszák az Azariát, tehát ezért is egy tök érdekes, hogy az egész popkultúra megfordult, hogy régen az volt a sztár, aki ment a rádióban, meg a tévében. Ugye? Tehát attól lettél menő, igen, hogy elkezdett hát játszani. Most meg nem nagyon. Most meg, tehát, így, mert nincs rá szükségem. Meg hála Istennek mondom, nincsen benne a bulvár sajtóban. Tehát, hogy nem jön szembe a srác. Igen, tehát, az nem, is tök érdekes. Ő például az ezt ő nem használja. Szerintem tudatosan. Az már régen elmúlt, hogy a rádió csinál valamiből sláger. Így van. Tehát ezt a rádióknak nem szabad már elhinni magukról. Pedig csinálhatna. Az, hogy még a reggeli
műsornak, de nem csinál. Vagy a személyiségeknek milyen fontos szerepe van, vagy hogy mennyire hozzánő az emberekhez a rádió, azt adom, hogy reggel tényleg, ha te berakod a négyesre a rádió egyet, vagy a retrót, vagy a bumerángot, vagy a Danubius Morning Show, az 10 évig nem hangolod át. De az a szerepe valóban eltűnt, hogy valamiből a rádió csináljon sláger. Mm-hmm. Tehát a Spotify-ok, a letöltések, a YouTube és az internet világában már nincs szüksége az előadóknak arra, hogy feltétlenül játsszák a rádiók. Lehet lökni egy dalon, de az ettől függetlenül már a megosztásokkal, a különböző platformokkal be tud futni. Nyilván nagyon sokat tud dobni a rádió. Belegondoltok, hogy az összes rádió gyakorlatilag követő rádió. Nincs Igen. már dalbemutatás, nagyon jó, nálunk néha bejönnek a magyar előadók, Igen. hú, örülünk, hogy itt van a izé, well, hello, akármicsoda, de az a klasszikus izé, hogy először vagy rádióban, addigra, mire te rádióba kerülsz, addigra az interneten rommá hallgatta. Igen, de érdekes, hogy ugyanakkor például a reggeli rádiófogyasztás nem kanibalizálta a különböző platformok, tehát nem fragmentálódott, mint mondjuk a tévé. A tévé 130 analóg csatorna, plusz 23 stream, plusz Netflix, plusz HBO, plusz Disney, stb. Az szétesett. De a rádiós piac egyébként fura módon egyébként meg közben nem. De a zene letöltést, meg a zene hallgatást, meg az új slágerek bemutatását közben mégis. Tehát ez egy nagyon érdekes, Igen. komplex dolog, hogy ártott vagy használt mondjuk a különböző platformok megjelenése magának a rádiózásnak. Valahol igen, van, ahol egyébként meg nem tudod belevalni. De hallgatottságban olyan nagyon nagy esés, összhallgatottságban meg nincsen, ami azt mondaná. Igen, ezt mondom, hogy úgy nem, csak ugye, a szerep a reggelt, változott meg. Reggelt nem a zenéért hallgatsz, azt hallgatod azért, mert szereted a műsorvezetőket, akár itt, akár máshol. És utána viszont már ott maradsz azon a csatornán, és akkor meg azt mondod, hogy háttérként szól a zene, oda nem akarom az újdonságokat feltétlenül, ugye azt szokták mondani egy kicsit, hogy az a jó zene, amiről nem kapcsolsz el a rádióban. Igen. Az érdekes egyébként, hogyha ha belegondolsz, hogy oké, mi is itt vagyunk egy alapvetően egy zenei rádióban, és így tényleg itt a rádió mellett kinő mondjuk egy ekkora sztár, akit egyébként szerintem játszani, tehát akkor játszani kellene, tehát nincsen mese, tehát hogyha valaki kétszer megtölti a stadiont, akkor annak itt lenne a helyem. Miért nincs itt? Ezt nem tudom, ez mindig zenei kérdés. Ebben már ellenére 10 éve leszoktam tudod, hogy ebben belesz. Fel kellene, igen, persze, de ugyanakkor meg azért ezt fel kellene ismerni. Tehát, hogyha van itt egy ekkora sztár, akire ekkora igény van országon belül, már pedig mi egy országos rádió vagyunk, tehát, hogy nekünk azért erre oda kellene figyelni, hogy ha valaki kétszer meg tudja tölteni a stadion, tehát az döbbenetes nagy teljesítmény, akkor ki nagyobb nála most? Hát a Coldplay csinált ugye 3 puskást. Jó, de a Coldplay, ők jönnek ugye 3 puskással, világszárok, nekik ment el a jegye először, nagyon gyorsan, de hát figyelj, ha így mennek a jegyek, még lehet belőle egy harmadik is. Simán vedd, figyelj, ha ez most még a 3 nap alatt elmegy a második puskás, mert hogy rengetegen lemaradtak, nem tartom kizártnak, hogy még hogy jövő májusig azt mondják, hogy figyelj, decemberre lement a 2 puskásnak hát az értékesítése. Hát akkor azért hozzon már össze még mellé egy bókai kertet nálunk Lőrincen, érted? És akkor azt mondod, hogy rendben van, akkor 3 puskás, érted? Hogy miért is ne? Tehát, 2 puskás az 130 ezer ember. Az elképesztő. Én már tegnap mondtam ugye, hogy a parkot sértem, hogy miért egy parkot csináltak. Azt mondtam, hogy tegnap, hogyha akartam, hogy 8 parkot egymás után megtölt. Ugye pont erről beszéltünk. Én tudtam, hogy nagyjából ez lesz. Arra nem számítottam, hogy 1 nap alatt. Arra nem számítottam. De ezt ki is mondta meg mindenki a környezetünk, hogy ez nyilván teljes teltház. A dupla az már nem volt benne. De a parkból is, ha akart volna 8-at megcsinálni egymás után. Napi 2-vel, 16-ot. Tehát, hogy igen, ez most egy ilyen történet. Mikor jön be hozzánk? Hívjuk már be. Nem nagyon vállal ilyesmit. De most ez alapján kifejezetten kíváncsi lennék rá, hogy milyen arc egy ilyen fiú, egy ilyen viszonylag, nem tudom most, nyilván nem vagyok tisztában a karrierjével, hogy ez mikor kezdődött, lehet, hogy már hosszú évek óta ő csinálgat ezt, aztán azt, de csinálgatni csinálgatta. De hogy így, az ő fülemelkedése, meg égbemenése, az ő rakétasebesség. Tehát ő azért már pár évvel ezelőtt elkezdte ezt a dolgot, akkor egy szűk szegmens megtalálta őt, de az a fajta őrület, azt szerintem, nem tudom, 2 éves, ami rakétasebességgel vitte őt a teljes aréna koncertre, most ugye lassan a 2 puskásra, az valami bámulatos dolog. Szájról szájra ment a hír, mert egyébként nagyon sok helyen nem volt róla szó. A mainstreambe például, mint hír, először ugye azzal került be, hogy a legfiatalabb előadó, aki megtöltötte a paplászót. Igen. Tehát ez volt az első, ami így körbe ment, Igen. hogy a tévé, meg a rádió... Meg aki a Tojtojnak támasztott egy kislányt, így van. Tehát ez volt az első sztori, addig így tudtál róla, szeretted, elmentél a koncertjére, de nem volt ilyen nagyon nagy hírver, és azóta viszont
így megy föl. És nagyon vicces, hogy ugye az a korosztály, aki rajong érte, a 10 éves, nek a szülője is el fog menni, mert nyilván nem engeded el a gyerekedet egyedül, mész te is, és most már a mi korosztályunkból, vagy a 40-es korosztályokból is a szülő elkezdte hallgatni a csávót. Ugye, mert a gyerek hallgatja, hova fogunk menni, Azaria koncertre, oké, belehallgatok. És megszereted, annyira különleges az egész zenei világ. Már egyrészt az, hogy ugye ilyen vegyes angol-magyarban nyomja, amit tök jó szerintem, mert az a korosztály már érti is, plusz külföldön is lehet belőle siker. Tök különleges a muzsika, hogyha meghallgatod majd, hát ilyen magával ragadó. Hallottam már egy-két számot, de jó. Isten bizonyos, hazafelé tényleg veszek egy CD-t a Keravillban tőle. Jó, ez egy, vagy inkább tehát, kazettát hogy... vegyél, mert azt a kocsitokban is van, meg a konyhában ja, tényleg, is van pontosan kazettás lejátszó. Pontosan, hogy bekapja a szalagot. Akkor vegyél kettőt. Jó, jó, hogy lesz az egy tartalék az arja kazettám is. Jó, mindenki vegyél. Hazafelé beugrok a Corvinba. Az arja kazetta. Egyébként a Móni például hallgatja. Tehát, hogy ő például, igen. Ő mondja már is. Legalább van egy normális. Volt már olyan, hogy tényleg között. Rákérdeztem, hogy hát mi nyilván, tehát, hogy na, bocsánat, viszont érted, én hívő vagyok, tehát, hogy én nem zenehallgató, én hívő vagyok. És volt már, hogy így rákérdeztem, így, hogy ez mi. Mert hogy egyébként tényleg jó volt, tényleg tetszett. Nagyon eklektikus egyébként, amit csinál, de valahogy mégis így összeáll a dolog, de mondom, nem sokat tudok róla, de ez basszus, hogy... Próbáltam én is fejtegetni egyébként, amikor hallgatom a kocsit, hogy a gyerekek hallgatják, hogy mi az, ami miatt ilyen szinten rákaptak, vagy mit tud ő, vagy mit tartalmaz a zenéje, ami nem is feltétlen egyfajta fizikai csatorna, hanem mit kommunikál így a fizikai csatorna alatt mondjuk, ami átjön, mint intuíció, vagy mint érzés. Tehát, hogy mi van a zenéjében, mint érzés, nem mint szöveg. Érdekes egyébként, érdekes ez a fiú. Szóval, hogy van az egész személyiségében valami nagyon érdekes, ilyen mélyről jövő, nem azt mondom, hogy szomorúság, de valami, amire nagyon rá tudsz mostanában így hangolódni. Szóval, hogy van valami benne, amiből így azt érzed, hogy ez a csávó, ez egy ilyen nagyon mély fiú egyébként, és ez a mélysége, meg ez a fajta zenei irányzat, ez hordoz magában valami érdekes ilyen vidám szomorúságot. Uh-huh. És szerintem ez zeneileg vidám, ugye? Zeneileg vidám, de közben nem vidám. És valójában szerintem ez a vidám vagyok, de nem vagyok vidám, ez most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megy. És erre tud valahogy szerintem most mindenki rá rezonálni. Nagyon sok dalát meghallgattam, kifejezetten kíváncsi voltam, hogy milyen. És van az egész lényében valami átütő szomorúság ugyanakkor közben. De közben vidám is, jó előadó, és csinálja, és tényleg, én még sok koncertjén nem voltam, egyszer egy backstage-be belehallgattam 3 számot, tényleg ennyi. A dalokat hallgattam még, és az egész lényéből árad valami vidám szomorúság. És szerintem erre hangolódnak rá. Ez az, ami most valahogy nagyon kell, hogy egyszer vagyok vidám, de közben tudok sírni rajta, de ha szomorú vagyok, tudom hallgatni, ha vidám vagyok, tudom hallgatni, ha csalódtam, tudom hallgatni, ha kirúgtak, tudom hallgatni, mert van valami, ami mélyebben érint meg, mint mondjuk a többi előadó. Szerintem ez a titka, amit még lehet, hogy ő sem tud, vagy érez, vagy kommunikál így, de van az egész lényében valami nagyon fura kettősség. És ez a kettősség, ez a magyar ember lélekben is tudatos, hát hogy ott van, és ő kicsit sírva vigad, ez a fiú sírva vigad, ő egy nagyon mély fiú, de nagyon sok sebet hordoz. Uh-huh. Nem tudom, milyen gyerekkora volt, én nem láttam vele semmilyen beszélgetést, de és ez a fajta exaltáltsága, vagy mélysége, vagy sebzettsége adja meg ezt a fajta nagyon érdekes világot, amit ő visz. Azt írják, hogy egy Fridén a volt bent, én megnézem én akkor láttam. Azt, én nem tudok, én nem láttam elment, azt a elment mellettem, ez érdemes lenne, de tök jó lenne behívni ide tényleg. Meg most nem nyomunk le egy azért, jó, nem, oké. Okay. De leadhatunk, adjunk már le egy persze, simán. Simán letoltuk, hogy valaki belehallgasson. De mondom, szóval szerintem a lénye és a lényén átsugárzó zenéje az, amivel valahogy úgy azonosulsz, hogy arra rezonálsz. Szerintem ez az ő nagy titka. Amit nem tudatosan csinál, és nem egy ilyen előre legyártott, ilyen A-tól Z-ig terjedő, tudom, hogy ez mondjuk az X zenekar, patika mérlegen kiszámolva, ez kell, ez a sláger, ebből lesz sláger. Vannak ilyen zenekarok, tök jó, de mindig tudom, hogy ugyanaz. De ő nem. Nagyon intuitív. Nagyon mélyről dolgozik, nagyon intuitív. Plusz, ha belegondolsz, a karrierje a klasszikus, ma minden fiatal által álmodott karrier. YouTube-ozol, vlogger vagy, zenész leszel, és befutsz. Érted? Tehát, hogy az is egy jó vibe, hogy ez azt is mondod, benne hogy van. Basszus, ezt meg lehet csinálni. Ez is benne van. 20 évesen teltházas ízét paplászló. Igen. Itt valaki írja Ákos, de Ákos nem, tehát, hogy Ákos persze nagyon frankon, de ő nem dupla stadion. Nem értik még, mindig nem tudnak különbséget tenni a Puskás stadion és az aréna között.
Ez nem megy át. A stadion nem ugyanaz. Az egyik a futballmeccses, a másik az Ákos koncertes. A kettő nem ugyanaz. Az egyik nagy, a másik meg kurva nagy. Igen. Hatalmas nagy betonlábak, nagy oszlopok, 60 ezer ember rúgják a labdát, arról beszélünk. Tegnap nekem elmagyaráztam, ez a Népstadion. Nem megy át valahogy, nem megy át. Jövünk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Rohadt életben a végén volt egy kis Gigi. Volt egy kis zúzás a végén. Azt hittem, megjön a zene. Egy jó kis azariák, igen. Ügyes, igen. Ugye itt a dupla koncertről beszélgetünk, hogy lehet, hogy elérjük a menedzserét, tehát ugye azariák nem nagyon szólal meg, de 9 után megpróbálunk rácsörögni, csak hogy meséljenek a rövid történetét. Azért ez mégiscsak egy mérföldkő, hogy valaki dupla puskás stadion, nem aréna, stadion koncertet csinál, és ugye tegnap jött a hír, hogy 95% elment a jegyeknek, az 5% is valószínűleg csak valami szoftverhiba lehet, és hogy csinálnak még egyet, tehát hogy két puskás stadion koncertje lesz az Ariáknak jövőre. Mondjuk az igazi azért ő lenne, egyet. Nem a menedzser, azért olyan jó lenne, hogyha... Hát most csak, hogy gyorsan valakit meg tudunk szólal, tehát igen, ő nem nagyon szólal meg, csak nagyon ritkán. Meg ha ő megszól, akkor egyszer hívjuk be, tehát ne egy rövid telefonra, persze, hanem akkor úgy jöjjön be. Csak ugye a menedzserét azért, hogy így mondja el, hogy lehet, hát milyen érzés ezt így csapatilag átélni, tudod? Följelentkezett tegnap jegyvétel, és kírja, hogy 7516-dik vagy. Az esélytelenek nyuga, és lefagy, mikor odaérnél, addigra lefagy az oldal. Azt lehet, hogy ki kell zenél együtt? Esetleg. A zenészeit? Hát így, azt így fejből nem tudom. Ugye a Dessel van, ő egy kukás fiú volt. Tehát ő pár évvel ezelőtt kukás volt a srác. Uh-huh. Egy kukás, konkrétan kukás volt. És valahogy összeakadtak az ő történetüket. Igazából nem tudom, hogy ki fedezett ott föl kit, vagy hogy akadtak össze, de a Dess az egy kukás srác volt. És ugye most már együtt is vannak külön számok, vannak közös számok, a Dessnek vannak önálló számai is, de hogy ő, igen, együtt nyomják. De biztos, hogy kiváló zenészekkel áll egyébként a színpadra. Igen. Modern bunyós Pityu. Modern bunyós Pityu. Írja valaki. Hát. Ez egy dala volt, és azért érdekes a dolog, mert ha rákeresel egy másikra, tök más zenei stílust fogsz hallgatni. Igen, nem igaz, mert hogy igen, 400 fajta baromi eklektikus, sokszínű. Most a zene mellett én pont a szövegre próbáltam meg egy picit odafigyelni, hát azért, na. Ez Bunyós Pityu is nagyon jó, mindent tiszteltem az övét. Igen, ez elég sűrű. Ő is kielégít egy bizonyos szegmens, egy bizonyos igényszint. Hát picit ez talán más. A szövegében is van nagyon sok igen, amit ha itt többször meghallsz rájössz, hogy nagyon komoly mélységei vannak. Erről beszéltem, ez a gyerekkor, meg úgy az egész, igen. Érdekes. De aztán van, amit egyáltalán is értem. Se angolul, se magyarul. Olyan tempóban, hogy csak így nézel. Igen, tényleg nem ismerem annyira. Na jól van, gyerekek. Időjárásunk. A javuló tendenciát mutattunk. Ez most még nem látszik, köd van, legyél okos. Ha kijöttél a ködből, kapcsold le a ködlámpádat, mert oda megyek. Igen, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Kezdődik megint ez a ködös izé, gyerekek, kész vagyok. Követelem, hogy zárják le az M7-es érdi felhajtóját. Ja, azt hittem a ködlámpát. Ne jöjjön Érdről föl senki az autópályára. Hogyan jellemeznéd az érdieket, akik felhajtanak? Az autópályára két szóval. Kettővel? Várjál. De lehet három is. Hát figyelj. Milyenek az érdiek? Mi mondd, mit gondolsz róluk? Az érdi felhajtó használói, nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, de nagy gyakorisággal alkalmatlan barmok a de tényleg ma reggel is. Amit elmondtam, én nem tudom, ezt tanítják gyerekek, érdiek, védjétek meg magatokat, avagy támadjatok. Három majd sáv... megvárnak. Hát nem baj, várjanak. Szívesen elbeszélgetnék vele, de tényleg. Három sáv van Érdnél, plusz a fölhajtó, amit úgy hívnak, hogy gyorsítósáv. Nem akarok róla még egyszer beszélni, mert már elmondtam. A csávó fölhajt, és bejön a belsőbe 80-nal keresztül a három sávon úgy, hogy senki nincs. Hát Érdről jön, mire számítasz? Hogy... Na, hogy gyerekek. Én el tudom neked mondani három mondatot. Én sokkal sarkosabb tudok lenni. Gyerekről jön, mit vársz? Hogy azon az nyomortelepen laksz, amikor ott mész, meglátod az értáblát, kicsit összehúzod az áruszod, és átmész rajta. Mert tudod, hogy azért itt... Én nem hiszem el, hogy ebben mi a nehéz.
Az, hogy van a gyors... Hát az egy nehéz sors. Ez önmagában már egy nehéz sorsod van. Hogy van a gyorsítósáv, ami arra van, hogy fölvedd a tempót, és utána besorolja az nem első sávba. Nem tudod, hát érdi vagy. Hát nem érted az egészek a lényeget. Csak mondom az érdieknek, hogy ne nekem írjanak. Érdi vagy. Én nem adok át üzeneteket semmilyen. Zárják le az érdi vagy, basszus, érdi vagy. Honnan jött érdről? Mindent értek, legyünk szolidárisak. Érdről jöttél, haver, megvan neked. Neked minden meg van bocsátva. Jó? Minden meg van bocsátva. Érdi vagy? Oké. Értjük. Nagyon szeretném megkérni az összes kedves érdi hallgatónkat, hogy ne legyen ez az érd téma az új koffeinmentes, vagy lehet a koffeines tablettel, jó? Balázsnak jó? Az érdiek. Na most fölébresztettük legalább őket. Ennyi gyerekek, hol laksz érted? Oké, mindent értek, ne folytasd, haver, nem veled vagyok. Nem kell kocsiba ülni, jön busz érdről. Érted? Busz jön busz érdről, nem kell beleülni az autóba, ha alkalmatlan vagy rá. Ennyi. Három sávon keresztül is beáll 80-ra, 130-al lehet menni. Nem érditek ti ezt, írja valaki, valószínűleg. Ez érthetetlen. Ez teljeséggel érthetetlen. Igen. Na jó van, gyerekek. Igen, hát ez egész közlekedés nem egy egyszerű, de ez alapja azt gondolom, hogy sehol nem tudjuk megoldani. Tehát, meg tudod, hol lehetne megoldani? Hogy a teljesen fölösleges erkölcstanórát. Megvan nektek az erkölcstanóra, gyerekek? Hogy nem voltam az. Eltörölni a francba, és 2 órát betenni helyette, pénzügyi ismeretek és kultúra, 1, mert nincs, 2, közlekedési kultúra. Ezt a 2 tanítsuk meg már a gyerekeinknek is. Érted? Mert hát, ha akkor ő nem lesz olyan hülye, mint az apja meg az anyja vezetésben, meg a pénzben. És egyen jobb országba fogunk élni. Mondjuk Nick írja nagyon jól, csak annyit mondok, ha lekosz. Hát mondom én. Örülj, hogy érdről nem szekére jön föl, érted? Hát most csodálkozó, hogy érted, hát nem tud rendesen felhajtani. Hát érted, hát örülj, két szamár is be lehetne fogva oda. Tök mindegy. Megutáltassam még magam az érdekel, még jobban. Szerintem megvagy. Pöstiek, innen nézve, pöstiek, érted? Mit tudunk mi pöstiek, onnan nézve írja valaki. Mit tudtok ti? A kemény érdről ti pöstiek, igen. Hát érdelmi fogyatékosok írja valaki, hát teljesen értelmű. Na végre. Nem érdemes erről beszélni. Nem érdemes, érdemes erről ennyit beszélni. De végre egy tökös érdi, ráadásul nő, azt mondja, Anita írja, nagyon okos, egy hete a teljes M0 forgalma, ide van leterelve, és innen megy vissza. Na, végre valaki felvett a kesztyűt. Érdi, hagyjad, magyarázkodik. Ilyenek az érdiek. Már valaki, azonnal mutogatnak valakire. Azonnal, ilyenkor átrakják a törökbálintiakra, a pusztazámoriakra, a tárnokiakra, a diósdiakra. Azonnal mutogatni kezdenek, de tudjuk, egyetlen mondok, érd. Ennyi, kész. Érd be ennyivel, kérlek, Ferenc. Itt van egy hallgatónk, érdi vagy? Jó reggelt. Meg sem ezt szólalni, látod? Érdi, mondom én. Sziasztok, jó reggel. Szia, már menekülsz. Honnan hívtál minket? Papkesziről, Veszprém megyéből. Na, Papkeszi, ez a szerencsét. Voltál már érdem valaha? Nem. Nem voltál? Figyelj, menj el. Én nagyon érdekes hely. Érdre születni kell valaki. Érd azért, gyerekek, érd azért. Na jó, és mivel foglalkozol? Tanulok logisztikát. Logisztikát. És ki beszél ott elletted? Nem tudom, hogy bácsi a buszon. Ja, hogy buszon vagy. Ja. Igen. Buszon vagy. Na jól van. Oké, és kivel játszanál? Kit választottál? Téged, Balázs. Nagyon jó. És Veszprémben tanulsz logisztikát, azt olvasom. Igen. Aha. De szép szakma. Kérdezi valaki, hogy Papkeszi az Veszprém érdje? Hasonló helyzet arra felé, mint nálunk érdem. Írdatlan állapotok vannak, hihetetlen közállapotok. Igen. Na jó, és most egy buszon, egy távolsági buszon üldögélsz? Igen. Megyek a suliban. Suliban? Oh. Nagyon jó. Jól van, figyelj ide, akkor játszunk egyet. Jó? Dorina, mit szólsz hozzá? Jó. Indulhatunk? Ügyes leszel? Igen. Jó, ügyes legyél. Ez behúztad. Behúztam? It's good, remélem. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, te is hallgatsz az Ariák, Dorina? Te is szereted, mint a többi ember, aki... Hallgatom. Persze. Azt hallottam, hogy lesz egy új arénás koncertje. Elmész oda? Puskás koncert. Dupla puskás. Az igen, arra gondoltam. Már ki is mondtad, köszönjük szépen. Azt mondtad, hogy az igen, arra gondoltam. Azt mondtad.
mondtad, hogy az igen, arra gondoltam. De észre se vetted, igen. Mi viszont lefüleltük, úgyhogy egy nagy taps magamnak. Igen, kimondtad. Aztán ők tovább siklottál. Tehát ebből gondoltam, hogy észre se vetted. Igen. Hát ez ilyen. Ez ilyen. De ne törődj velem, mert hogy van egy plusz nyereményed, figyelj, ezért megmutatom. Gratulálunk! Nyereményed egy 20 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából. Na? Úristen, legjobbak vagytok. Nagyon klassz ez így. Fogyaszt, használd egészséggel. Jó étvágyat hozzá. Köszönöm. Küldjük szépen. Neked. Jó? Jó, köszönöm szépen. Ciao, puszi. Szia. Sziasztok, szép napot. Hello. Hát ez na, hát végre van egy szerzett pontod. Így van. Na, gyerekek, jó, egy szabad nem lehet, hogy erős játékos megindultam, egy nagyon durva 33%-kal, nyomotokba vagyok. Nagyon nem lepődtem. Lóholok. Igen, ott jön. Dorinában benne volt, benne volt. Jó, hogy nem nyomasztottad, de te is érezted, hogy ez... Nem voltam agresszív, nem voltam rámenős, és hátradőltem, nem és hagytam, semmi ennek lenne. Hagytam, hogy... Kivégezze saját magát. Igen. Hát, igen. Hasonló volt Dorina, mint az érdiek gyerekeket. Nem is értem. Komolyan, tényleg baj van papkeszin is. Komolyan, Dorina is ért, egyre megy. Hát ez ilyen. Látjátok, ez sajnos megérdemli a nyeremény. Közérdekű felhívás. Az érdiek ne üljenek autóba. Mert érdesszel jársz, Balázs. Így van. Érde íjat dúztunk ki a fejedre. Mennyi szóban benne van a érde díjat? Maga az ért szócska, mennyi szóban benne van egyébként? Igen. Ja, Istenem, ért Budapest Harlemje, de jól mondjátok. Oda születni kell, érted? Ott csak azért túl, aki oda születik. Na, nekünk a vendégünk lesz egyébként, fontos, hogy nem Érdről jön. Ez nagyon fontos. Nem Érdről jön, nem Érdi. Kepes András lesz ma a vendégünk. Gyerekek, ráadásul szülinapos. Ma, konkrétan ma van a születésnapja. 75 éves. Megfoghatatlan a szám, tehát ugye 75 éves, és ránézel egyébként az emberre. Igen, hát meg szellemileg is, ugye. Hát, szemére akarom vetni, hogy miatta fogják megint kitolni a nyugdíjkorhatárt. Azért azt mondjuk el neki, hogy ha sokat közszerepel most az új könyve miatt, akkor tényleg jövőre 83 évesen megy majd mindenki nyugdíjba. Figyelj, úgy néz ki a csávó, mint aki most jött haza, én nem tudom, Baliról, egy spirituális jogára, indiai asramból, 3 hónapos elvonulás után, brutál, barnán, gyönyörű szakállal. 75 az új 60. 75 az új 60 egyébként, igen. És hát vele beszélgetünk majd a Két macska voltam című napokban megjelenő vadonatúj könyvéről. Hát a mi generációnk azért ismeri őt, talán a mi idősebb generációnk még a rádióból, a mi generációnk a tévéből, ugye? Igen. És aztán vannak már akik mondjuk könyvforgató, színházba járó, kifejezetten nem Érdről származó emberek. Akik értik, hogy miről beszélek. Ő pedig már érdekes módon csak egyébként a könyvei alapján ismerik. Érdekes módon egyébként, igen. Vannak kinek, Kepes András azt mondja, igen, az író. Ugye nekünk igen. Meg még a rádiós, meg a tévés, aki aztán már közben van, is. Van, aki de... számára tök érdektelen, de hát a legtöbb ember igen. Nagyon kíváncsi rá. Igen, vagy úgyhogy, azért. Úgyhogy Andrásra beszélgetünk, és van, de jeles napon, eleve jeles a jubileum, már mint az évfordul, hogy 50 éve van a szakmában. 50 éve gyerekek, hát 3-ban kezdtem. De hogy közben milyen együttállás, hogy ma van pontosan a szülinapja. Igen. Tehát ma ünneplő 75. születésnapját. Erre nagyon hozta szép. Ki az új könyvét. Ez igen. A kis ajándék saját szép, magadnak. Milyen szép bizony, ajándék, igen. Én egyébként érdekes a könyv. Ja. Én elolvastam, igen, érdekes, sok kérdést fel. Hát 70-es, 80-as évek Magyarország, rendszerváltás, olajszőkítés, közben meg egy családi annyira érdekfeszítő, hogy lett érdeltél tőle? Lett érdeltem tőle, nagyon érdekfeszítő. Egy sorsegény, egy krimi, sok kérdést vett fel igazából az ember saját sorsával, meg a saját önrendelkezésével, vagy a saját, hát hogy is mondjam, csak tulajdonképpen lehetőségével, amit vagy a kezedbe veszel, vagy nem. Szóval jó, de tetszett ki. Nagyon szépen ír az András. Igen. Tehát egyszerűen olyan tényleg, mintha valami nagy külföldi, évtizedes múlttal rendelkező nagy regényírót olvasnál. Hihetetlen szókincs, hihetetlen szép mondatok. Szép irodalmi a mű egyébként egyértelműen. Tényleg hát fantasztikus. Nagyon kifinomult stílusa van. Nagyon. Mindenféle szinten egyébként szerintem az ő kommunikáció, ez olyan, hogy így. De egyszerűen megnyugtató a jelenet. Én például ezért sajnálom, hogy nincsen nagyon ott a fősodorban, vagy egyáltalán nincsen képernyő most. Tökre örülnék neki, hogy látnék tőle valamilyen műsort, valami jó beszélgetős műsort, vagy egyáltalán. Szerintem. Igen, de nagyon kellene.
tipikusan az az arc, akire szerintem azért lenne szükség, mert egyszerűen megnyugtató a jelenléte a képernyőt. Tehát, hogy így, valahogy ez a stílus is. Tehát, hogy így... Ő mindig ilyen nyugodtan vezette a műsorait. Tudod, benne volt az érdeklődés, de tök nyugodt volt. Nem tudom, hogy akar-e egyáltalán ebben a közegben. Ha megkérdezzük. Nem hiszem. Megérdezzük. Igen. Úgyhogy vele beszélgetünk majd 8 óra után. Jó, ez csak úgy már most mondtuk. 3 perc, pontosan 7 óra jövünk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Sziasztok, jó reggel! 10. hó 13, péntek 13, ha akkor is elmegy az összes, megkergettem az összes fekete macskát, írja Barnabás. Wow, ugye mindenki az Azaria koncert lázában ég, és ebben az újfajta magyar rekordban, ami ugye tegnap született, hogyha 95%-a elment a Puskás stadion, nem aréna, stadion. Koncertjegyeknek, ugye, és meghirdették a második Puskás stadion koncertet. A nagy fuci, 70 zöld, 70 ezer. Fehér csíkokkal. Igen, OTP, futball, felcsút, foci. Na, de így tudjátok be, az nemzeti válogatott, igen. Szerbia, talán most hétvégén, ugye? Most hétvégén van a szerb meccs, most jönnek a szerbek hozzánk. Szeretnék elmenni gyereket. Nem is miattam a gyerek miatt, és nem tudok rá egyet szerezni. Még valami nekem sem sikerül. Tetszettek hallani? Ha valakinek van 3 darab átváltó jegye, nem akar, nem tud elmenni, szóljon nagyon szívesen. Nekem a kisebbik gyerek meg van őrülve gyerekek. Tényleg? Figyelj, nem hiszed el. Amelyet, hogy iszonyatosan tehetségesen focizik. Tehát, hogy de jó. Nagyon-nagyon ügyes. Jobban szeretném, ha vívna, vízilabdázna, vagy valamit csinálna, de mindegy. Nagyobb pénzt fog ezzel keresni, hidd el. Figyelj, rám ír néha. Milyen meccsek vannak ma? Csak el kell kiküldnem, hogy Liverpool játszik, nem tudom. Jó, mi van a Bundesliga-ban? Mi van a La Liga-ban? Hol a La Liga-ban? Jó, akkor elküldöm neki ezt is. Jó, olaszoknál ki játszik? Figyelj, nem hiszed el. Minden tud, nézi, fölveszi a Liverpool meccseket. Teljesen megvan őrülve. Azért tanuljon egy jó szakmát is. És közben, tessék? Azért tanuljon egy jó szakmát. Nem, én mindig azt mondom, hogy ennyi focizni, csak közben kezdje sportolni. Tehát, ugye... Csak közben nem, fontos a mozgás. Igen, csak közben azért mozogjál, és azért... Nagyon fontos, ha haj, és a jó autó is meg lesz, de hidd el. Ne. A mozgásnak nagyon... Figyelj, én úgy vagyok, hogy foci, menjen, jó levegőn van, játszik, focizik, aztán... Hát meg, na. Aztán utána még majd mehet bárhova, ahol szeretném, csak érezze jól magát, meg mozogjon. Tehát ez a lényeg. De óriási hát, örömet tudnék neki. Hát, ha a Liverpoolban kört ki. Hát, a Liverpoolban, hogy a Szalai után. Vagy ne hagyjál, ezt a Hoztai után. Na, hát, ennyire vagyok kép a Szalai után szép volt. Hát, a Détári után elmegy a bizért Tesszalonikibe, hogy hol játszott a Détári. Szóval, hogy igen, hát, ha tudok. Most van hétvégén a szerb meccs. Így van. Három mondtad. Három jegy, ha valaki tud. 3:49. 3:49. Vasárnap vagy szombat? Nem, szombat. 3:49 Puskás Aréna. Ja, az nem aréna. Jó, az nem jó. Addigra már programjuk van a Wikivel, arra nem szervezek rá. Aha. Az nem lenne jó. Akkor nincs. Meg. Akkor tudjátok, hogy mit mondok. Nem kell a hülye jegyetek. Nem kell a hülye jegyetek, értek? Azt hiszitek, most tőletek fogok jegyet nyerni. Tudjátok, mit sajátok azok a jegyekkel, amit épp oda akartatok. Ne tudjátok fel a segetekbe. Most meg értek. Azt hiszitek, hogy tőletek fogok nyerni. Engem akartok megvenni három jegyet. Képjétek fel a politikot, amit most leragosztottatok, és amiben le akartatok küldeni Balázsnak azokat a VIP jegyeket. Már majdnem azt hittétek, hogy adtok nekem 3 jegyet. Hát te hülyék vagytok. Nem gondoljátok, hogy tőletek fogok nyerni, bolondok. Nem, akkor nem. 60 000 per jegy. Hát olyan, hogy 60 000, de hogy nincs. Effektíve olyan ja, örül ez az a meccs, amire a dílerek fölvásárolták a jegyeket. Ez szerintem volt a ez hír. Volt az, igen. Vagy a jegyüzérek megvettek egy csomó jegyet, ja. És egyszerűen az van, hogy mire elindult a jegyértékesítés, ugyanúgy, mint az Ariánán, csak valószínűleg nem a reméljük, hogy ott nem a jegyüzérek vették meg, a Viagogóra vagy hova, a fölvásárolták jegyet, és egyszerűen nem tudsz bejutni egyébként. Ja, 4-et. Ugye ez van ez a Viagogó, ők szoftverrel ugye rámennek, és egyszerűen a szoftver felvásárolja nekik az összes egyet, aztán meg tud venni a nem tudom, a 100 000 forintos egyet, ami egyébként 20 000 forint. Szóval, hogy kérdés innen, honnan tudod ilyenkor, hogy majd ezt megkérdezzük a Geritől, ha fel tudjuk hívni 9 után. Jó. Hogy akkor ezt hogy tudod kiszűrni, hogy nem esetleg egy szoftver vásárolja föl-e a jegyeket-e? Tehát ez hogy működik valójában? Hát, ugye, mert nem tudsz nagyon mit csinálni. Vannak ezek a nagy jegyüzér oldalak, amit se betiltani nem tudnak se semmi, mit tudom, van egy offshore szigetek cég mögötte valahol a Kajmán szigeteken, és az összes nagy koncertre felvásárolja egy szoftver a jegyeket, egy algoritmus, és aztán el tudsz menni Madonnára, vagy Coldplayre, vagy Azariára, vagy bárhova, de a világ minden tájékán mindig ők veszik meg jegyeket. És utána kénytelen vagy fölmenni, és háromszoros áron megvenni.
És működik nekik, tehát az emberek megveszik valószínű, a végén már olyan elkeseredett vagy, hogy azt mondta, hogy jó, akkor akarok egyet, megveszem. És akkor a második stadionkoncerten ott lenne a fűben egy pendrive, azon van rajta a szoftver. Elment a koncertre. Igen, a pendrive elment a koncertre. Igen, ott van. Igen. Na, gyerekek, jól van. Időjárásunk rendben lesz, jön valami meleg. Mi történik? Melegszik, 26 fokok. Figyelj, nem, az van, hogy, hogy nem emiatt az állandó visszajött, hogy mindig visszajön a meleg, bejön egy kis hideg, aztán visszajön a meleg, ezzel az a baj, hogy a méhecskék nem tudják nagyon eldönteni, hogy mi a jó Isten csinálnak meg a darazsacskák. Porozzanak, és az a dolog. Tegnap hazafelé átéltem azt, amit egész nyáron, illetve nem, gyakorlatilag egész évben nem éltem át, hogy megszúrt egy méh kerékpározás közben. Figyelj, én nem hittem el, tényleg. Tehát az, amikor hova repült be a kis hamis? Az álszíjam alá. A lehető legszarabb helyre. Tehát megyek, bringázok, és így ezért. És mondom, ó, mondom, basszus, ez sem légy volt. És abban a pillanatban már éreztem, hogy elkezd küzdeni, és következő pillanatban bang, bedurrant, hogy oda a kis állacskám. Figyelj, nem tudják eldönteni, hogy mit csinálnak ezek a nyomorultak. Szerencsétlen. Repked még jó repked, idő van, repked. Csinálja a dolgát, nem kell arra biciklizni. De, mindenkinek kérdezem, aki esetleg kommunikál méhekkel. Az Ecseri út környéken ne, léci ne, tehát hogy ott ne, jó? Itt jövök itt a metró Árvác irányából, felkanyarodok az Ecseri, ne, léci ott. Figyelj, nem kellemes érzés. És ugyanúgy ezzel a lendülettel berepületett volna a számba is például. Vagy mennyi nyitott szája bringázol? Én igen. Csodálkozik. Hát tudjátok, mindig csodálkozik. Tudjátok, hogy nekem kell, nem, kell a levegőn. Mert viszonylag tempót mész. Igen, visszafogottan tekerékpáron. Úgy gyorsan mész, ez a baj. Van még legelő a környékem? Ja, biztos van, amit azért, nem kasszálják, és még legönülök hívják, tudod, és akkor már ki van pipálva. De érdekes, hogy tényleg nem tudják, tehát hogy össze vannak zavarodva. Tehát ilyenkor, az, hogy ilyenkor még darazsak vannak a ház körül, tehát hogy ez teljes képtelenség. Teljes képtelenség. Hát ugye 25 fok volt, tehát hogy ez még így, ez benne van. De az a jó, ugye, hogy az évszakok eltűnnek, hogy jövő héten meg 8. Tehát effektív az ősz az úgy maradt ki, hogy ilyen késő nyárból úgy csúszol bele jövő héten 8 fokba, és a mínusz 2-ben, mint a húzat néztétek? Gyönyörű lesz. Nem tudod eldönteni, hogy most mit? Szápot vegyem elő, vagy a snowboardot? Snowboard, igen. Cseperi gyorsforgalmi kifelé van egy balesetünk, és ég a Lutoni reptér, ha valaki esetleg ott van, akkor jelentkezzen be hozzánk. Jó, mi a helyzet? Olcsa el, egyrészt igen. Kettő, hogy felé, hogy valami parkolóház gyulladt ki egy autó, de hogy terelik ki az embereket, borzasztó nagy tűz van, összeomlott valami épület, tehát Lutonba valami komoly katasztrófa és van. És aki indulna, az is készüljön rá, hogyha megy kiféri egyre, hogy ugye ilyenkor átirányítás van a reptérek között, tehát hogy nem tudsz a Lutonra menni, akkor elvisznek a Gatwickre, vagy valamelyik másikra, viszont ott nagy lesz a forgalom, tehát késni fognak a gépek. Az biztos. Szóval biztos, az föl biztos. Se húzd magad, hogy nem értél oda. Igen. Holnap pedig újra foglalkozunk majd az izraeli gázai helyzettel. Ma ugye vendégünk lesz 8 órától Kepes András jön hozzánk, úgyhogy tartunk egy napot, amikor ez kimarad, de holnap újra találtunk nagyon jó szakértőket, akik tovább kördítik ezt a dolgot. Nyilván ez, ahogy látjuk, az eszkaláció felé megy, tehát valójában kell még vele foglalkozni, meg szeretnénk, és hogy megértsük kicsit így a geopolitikai... Sajnos ez még hetekig témát fogadni. Igen, összefüggéseket, úgyhogy holnap újra foglalkozunk. De tegnap vagy tegnap előtt felmerült, hogy elkezdtünk egy témát, ami ilyen kis kedves, kis érdekes, hogy milyen munkahelyi típusok vannak, milyen munkahelyen dolgozó embertípusok vannak, mert nem tudom, hogy merült ez föl, de valahogy elkezdtünk erről beszélni, és mondtuk, hogy összeszedjük. Ezt találtunk a profession.hu egy olyan cikket, aki összeszedték a munkahelyen felelhető személyiség típusokat, akikkel te kénytelen vagy együtt dolgozni. Már aki abban a szerencsétlen helyzetben vagy, hogyha fix munkahelye van. És bemegy, és mondta, 8 órát ott tölt. De biztos, hogy mi is hozzá tudunk még tenni, mert mindenkinek van személyes tapasztalata arról, hogy milyen az az embertípus, akivel te együtt dolgozol. Ugye hát a munkája az olyan, mint a sokszor a család. Azt nem választod, a beleszület van, aztán az abból kell építkezni, ami van. Munkahelyet választhatod, de a kollégát, nem. Szerencsés vagy, szereted, amit csinálsz, és jó helyen dolgozol, de azért a nagy magyar átlag ez nem ez, hogy jó helyen is dolgozol, szereted is, és még a kollégáid is jó arcok. Hát meg ott tényleg kénytelen vagy, tehát, hogy lehet, hogy valaki elképesztően a rossz arc, vagy nem tudom, kibíratatlan személyiség, de ugyanakkor meg marha jó szakember. Tehát nyilván nem fogok tőle megválni, tehát hogy itt van egyfajta ilyen kettőség, hogy kénytelen, kelletlen. Neked ha tetszik, ha nem, együtt kell dolgoznod vele, mert lehet, hogy jó kárter az illető. Igen. Na, ezeket a vagy maga a honlap ezeket a típusokat mondja. Az elsővel kezdi, ami a békítőt jelenti. A békítő az a típus, aki nagyon empatikus, higgadt ember, nehezen viseli, hogy általában bármilyen konfliktus van, ha konfrontációban ő megy békíteni, lenyugtatni a kedélyeket, mindenkinek meg akar felelni, és mielőtt megkérnéd valamire, mindenképpen meg kell győződnöd, hogy meg tudja csinálni, mert
hát valószínűleg teljesen el van havazva, de nem tud nemet mondani. Nagyon szereti a munkáját, alapvetően egyébként alapos, kapcsolatteremtő és fenntartó készsége miatt érdemes megbecsülni. Ez a békítő kategória. Ez, de ez egy jó kategória. De ez egy jó kategória. Igen, szeretjük. Igen, békítő. Nincs, nem sok vizet zavar. Jól el van, ő a békítő kategória. Mondjuk ő is tudni, hogy az érettetes a fárasztó. Borzasztó fárasztó szerintem. Jaj, ne csináljátok már, meg lehet ezt szerintem beszélni, és normálisan emberhez mit. Takarodjál már innen, légy szíves, köszi. Igen. Van a törekvő talpnyaló, ezt írják, ez is egy olyan kellemes kifejezés. Soha nem mond nemet, hízeleg a főnöknek, mindig túlvállalja magát, próbál jó benyomást kelteni a felettesében. Különösen olyankor bosszantó ez az embertikus, amikor a hízelgés becsapált, ugye, a főnök jól reagál rá. Mindenhol ott van, lefele tapos, fölfele viszont nagyon, nagyon kapaszkodik. A ranglétrán való feljebb utásért mindent megtesz, hosszú távon okosabbnak gondolja magát, minden helyzetben mindig okosabb, és vigyázzunk vele, mert hogy sokszor hátba támad. Van ilyen is, ugye? Ez is egy jó típus. Szerintem minden, szinte minden munkahelyen van. Egy ilyen ember biztos, hogy minden munkahelyen ő a középvezető, igen, aki lefelé ugye az alkalmazottakat tapossa, igen, kihajtja belőle azt. És ahogy szoktuk volt mondani, fölfelé viszont drága a főnök. Az a típus, amit mi tegnap összeszedtünk, van egy olyan típus is, aki mindenkinél mindent jobban tud, és mindenre van egy sztoria. Ja, ugye? Persze, azt hagyján. Ő az azt hagyján kolléga. Az azt hagyján kollégára az a jellemző, hogy bármiben kezdesz, neki sokkal durvább. Durvább, ha az anyáddal történt valami, durvább, ha eltörted a lába, durvább, ha összetörted a kocsiját, mindig minden élethelyzetben nem hallgat, meg nem túl empatikus, csak arra figyel, hogy mikor tud rátrombolni egyet, és ami sokkal durvább sztorit elmondani. Egyetlen dologra vár csak, hogy levegőt vegyél. Mert igen, abban a pillanatban jön a saját sztoriával. Ő az a típus, akinél belekezdett egy történetbe, és a felénél megbánod, hogy elkezdett mondani, mert tudod, hogy nem érdekli a történet. De nem se tudod fejezni, hát átveszi ugye a izét, a szót. Látod, és hogy már folytatja. Veszi a hogy mondhassa már végre, hogy az semmi. Az igen. Van egy nagyon jó típus, ez is leértek. A pesszimista kárgó, nagyon jó. Mindig bosszankodik valamin, úgy se fog sikerülni, borzasztóan negatív, képes letörni a legnagyobb jókedvet, az egész csapat jókedvét azonnal elveszi, oda a motivációd, nagyon szeret panaszkodni, ebből nyer energiát, és nem nagyon tudod lerázni, mert tapad. A negatívságával is tapad. Ez is egy komplet korrekt típus, nem? Ja. Igen. Belegondolsz, hogy mindig van egy, aki a legrosszabb forgatókönyvet vizionálja, aki valahogy valamiért mindig egy kicsit negatív, de mindig ott van, toxikus, és mérgezi a hangulatot. Igen, nem? Nézzétek, milyen jó nap, csapatépítő, itt vannak a gépek, péntek. Igen. Itt is volt ilyen. Ez a három van. Volt igen, ilyen pénteken, ugye kaptunk 3 darab flippert, meg 2 ilyen videójátékot. Nálunk. Miért pont ez a 3? És ugyan, az a jó, amikor ő találkozik meg a békítő. Az egy gyönyörű. Az kívülről mozizni, az a legjobb. És van egy másik típus, ami szintén ennek az ellenkezője, az is nagyon jó, szerintem tök toxikus. A toxikus optimista. Tényleg így van. Minden helyzetben mindig nagyon optimista. Igen? Mindig megtalálja a jót. Erőltetetten állandóan jókedvű. Mindig mindenkinek valamilyen speech-et nyom, hogy akkor lesz, hogy leszünk lesés, juhéj. Volt. Ő szájából halljuk leggyakrabban, lehetne sokkal rosszabb, és a minden okkal történik című történet. Igen. Becsüld meg magad, jó. Becsüld meg magad, jó helyen vagy, jó a toxikus optimista. Igen. Fog fel tanuló pénznek, tudod, és mindig tolja ezeket a filéres bölcsességeket. Igen, nagyon jó, illetve bármilyen komoly sztorit mondasz, azt nem rátromfor, hanem úgy bagatelizálja el, uh-huh, hogy na jó, ne, hát azért nézd meg a jó cúlyokat, tehát azért na, nekik mennyivel van rosszabb. Van egy konkrétan egy ilyen haverom. Ő a toxikus optimista. De valamikor már tudod, de tényleg felhúz. Tehát, hogy ez az a nem lehetsz mindig megértő, nem lehetsz mindig elfogadó, nem mondhatod mindenre azt, hogy őt is meg lehet érteni, értsd már meg, a világ nem ilyen. És el kell neki így magyarázni. És ő mindig nagyon pozitív, mindig nagyon, és valamikor egyébként ő tök jól tud tüzet oltani. Igen. Tehát, hogy tényleg, amikor vannak feszültségek, akkor ugye szépen, de az, hogy ő mindig mindenkiben megtalálja a jót, hogy nem, ez egyébként tényleg toxikus. Tehát egy idő után azt gondolod, hogy itt valami nagyon komoly elfolytás. Persze a pozitív, nem lehet mindig mindenki nem pozitív. Lehet, nem lehet. Nem ott valami nagyon komoly elfolytás van. Hidd már el, hogy ő egy büdös gyökér, ne védd meg, nincsen benne jó, ő egy velég romlott rohadék. Alapvényeményem az, hogy a mindig mosolygó emberek nagyon veszélyesek. Tehát, hogy bármikor. Tehát, hogy aki mindig egy ilyen időt mosolyog az arcán közlekedik, és neki minden jó, minden szép, menekülj tőle. A legveszélyesebb típus valójában szerintem. És nem azért, mert hogy álszent a mosoly, hanem mert annyi mindent folyt el és nyom le valahogy a tudatküszöb alá, hogy nem létezik. Tehát itt valami nem oké. És nem kell szomorúnak lenni, de a mindig mosolygó ember, aggódom, egy kicsit aggódom. Ott valami nagyon komoly elfolytás. Legalább egy fölháborodás, érted? Igen, mi melló gondolj el mindig mosolyogni? Miért kéne mindig mosolyogni? Tehát ez nem így van.
Nagyon jókat írnak a hallgatók közben. A mindennap felmondó kolléga, nagyon szeretjük. A mindennap mindig elmondja, hogy ez az utolsó ima felmondó. Na, én most már ez az egészet én nem sietem. És ez meg 8 éve. Igen. A kedvencem a mindig siető, mindig munkától túlterhelt fejet vágó, érdekes módon dolgozni soha nem látott típus. Nagyon rohan. Nagyon sok munkája van, nagyon gondterhelt. Igen. De ez már szereppé vált egyébként. Persze, valójában nem csinál semmit. Ez, hát ez az álca benne. A saját fontosságet igyekszik kihangsúlyozni, de valójában egyáltalán nem fontos. Valaki megírta az én legeslegnagyobb idézéles kedvencemet. Ő pedig a kamu jókedvű, aki hamisan fütyörészik egész nap. Mondom, hogy a legveszélyesebb. Mondom, hogy a mindig mosolygó, mindig jókedvű, a legveszélyesebb típus hiddel. És nem azért, mert kibeszél, nem azért, mert rosszat akar, hanem mert valami nagyon sok energiát tesz bele abba, hogy ő mindig mosolyogjon. Sőt, kicsit nem létező dallamokkal. Ez a legidegesítőbb az egész, hogy jön. Ne, hello, csak te nem ismered, az egy létező dallam azért, mert... Igen. És megőrülsz tőle, igen. Azt mondja, hogy Balek nincs, kérdezi valaki, valószínűleg magáról beszél, mindent rátudnak, nem tud nemet mondani. Valószínűleg ő magáról beszél, szegény puszi. Részvétünk, igen. Nálunk olyan kolléga van, az is egy típus, aki mindig kritizálja mások munkáját, soha nem tud egyedül megoldani semmit, gányol, taknyol, rossz munkát vélez, de nagyon büszke rá. Igen, egyébként ez is egy típus. De minden a felmondó kolléga is jó. Aki ugye, aki már tényleg imádkozol, hogy mondjon fel. Igen. A kollé, van ez típus, aki büdös, de nem veszi észre magát. Ja, igen. Jó, igen, ez nem személyiségbeli kérdés. Igen. Nagy a tudása, de egy szobában lenni vele borzasztó. Uh-huh. Pont. Ezek saját élmények, azt gondolom. Ezek azért a saját élmények. Fia, a fültanú, ez megvan nektek? Tudjátok ki a fültanú? Ő a fültanú. A fültanú az, aki így minden különösebb apropó nélkül megjelenik és beáll. Oda áll a beszélgetés, és csak... Igen, tényleg van a tanú. És hallgat. Ő a tanú. Igen. De ő továbbadja, tehát a fültanúban az a jó, hogy ő aztán átmegy a másik csoporthoz, és képzeld el, azt hallottam. Igen, de tudod, mi a bátor a fültanúban, hogy odaáll és nyíltan hallgatózik. Aki tesz vesz melletted, és úgy hallgatózik, azok sokkal gyávább. És odaállni bátor hallgatózni, azt mondom, hogy te bátran bevállod, hogy hallgatózol. De mikor úgy csinálsz, hogy bepakolod a mosógatógépet, de tudom, hogy hallgatózol, az sokkal. Ott áll, és így. Így, és egy idő után tudod, így picit így ránézel, és így tudod, ez a... Igen, mit keresel igen, itt? Igen, parancsa, mit szeretné? Tudod, és igen. Ő ott áll. Ő kémkedik. És aztán a beszélgetés egy pillanatában szépen fogja magát, és egy szedél sátorfát, és arra megy. És így, ez most mi volt? Van az álcázó, nagyon ő mit csinál jó, az álcázó? Ő mindig mindent elcsesz, de mindig másra kell. Nagyon jó, a nagy álcázó. Ő az álcázó. Igen, nagyon jó álcázók vannak. Igen, nagyon jó álcázók vannak. Tessék, most programigazgat egy rádió. Ja. Az álcázó egy jó típus. Nem csinál igazából semmit, mindig rákenni magára, a baj van mással, a dicséretben elől van, azonnal begyűjti. De tudod, hogy közben valójában nincs igazi tevékenység. Ugye? Tehát nincs teljesítmény. Az egy életművészhez hasonló dolog. Az álcázó, azok ügyesek. De az ügyes, így van. Soha nem csinálok semmit, kimozgok a munkából, dicséretnél ott vagyok, felelősséget áttolom, az olyan, mint a szappan, nem tudod megfogni, hogy kicsúszik. Az egy típus, és egy ügyes típus egyébként. Nem mondom, hogy jó, de tehetségesek benne. Az tehetség. Tehát, hogy most akármit lehet rájuk mondani, tehát lehet azt mondani, hogy tényleg ingyen élők, meg hogy megúszok, meg hogy egyáltalán csak a helyezkedésről szól, de az egy igazi tehetség, mert hogy valójában ezek az emberek, ezek soha nem buknak. Vagy ha nem, buknak, felfele nehéz, buknak. Nagyon nehéz megbuktatni őket, mert mesterien űzik egyébként. Ez igen. Tehetség. Smúzoló mindenkivel nyalizó, a tesztorjaidat a sajátként előadó hazug gyökér. Na, itt van valami személyes. Sértesérelem. Igen. A minden éve kalátípusról se feledkezünk meg, negyed mondatot csípel, így van, de úgy adja tovább, mint egy igazi jól értesült, nagyon jó. Inkább csajos, de pasik is csinálják. Uh-huh. Elszippant valonnan egy pici információt, megy, és a legnagyobb előszeretettel hirdeti. És úgy csinál, mintha az övé lenne, tőle jönne, ő találta volna ki. Ez is egy típus. Azt tudtátok, hogy? És rögtön, tudod? És abban a pillanatban, ő középpontba akar kerülni, az információ bennfentessel. Milyen érdekes egyébként, hogy ahogy mindegyik mögött egy személyiség típus áll valójában. Tehát ez nem csak a munkahelyi létezés, hanem önmagában egy személyiség. Így éli az nem, tehát hogy ez is, maga a személyiséged, ahogy te egy munkahelyen mondjuk megnyilvánulsz, nyilván nem is tudsz máshogy, csak a saját személyiséged tükrén keresztül, de hogy igen, ez is tényleg a titokban odálló hallgatózó, a szappan típus, ez mind nagyon jellemző. Ez a jól értesült, ezt imádom. Én máshogy tudom. És már tudod, így ez én máshogy, igen, és már várja, hogy igen, de te hogy tudod? Légy szíves, hozd meg velünk. Nagyon jó, egy apró típus, de ne felejtsük el őket, aki mindig fázik, általában kolléganő. Télen, nyáron, mellényben, szvetterben. Igen, mindig. Szellőztetni nem lehet miatta, ő a mindig fázó. Volt egy ilyen osztálytársa. 38 fokba tud reszketni és fázni. Mindig fázik. Iskolatársa a pulóver, mindig télen, nyáron, garbó, forró tea.
De mindig. Felfoghatatlan. Mindig. Felfoghatatlan. És állandóan meg volt fázva. Hát pont ezért mindig, valószínűleg. Pont ezért. Rám körülbelül az öt jellemző, hogy személyiségzavarom van. De hogy is. Úristen, te mi munkahelyünkről beszéltek. Jézus Mária, nagyon ismerős az összes, igen. A toxikus mindent letolyog típus is megvan, ide van aki. Van a mit ugrász, mindenbe beleokoskodó, fontoskodó kis rohadék. Magadra ismersz, Krisztián? Meg lettél szólítva. Egyébként igen, tényleg, a mindig fázó típus is egy jó típus. A mindig fázó is jó. Az álcázó is jó típus, de a mindig fázó is jó egyébként. Igen. Van a folyton kunyaráló kölcsönkérő, nagyon jó. Folyton, igen. Csak egy kicsit a reggelidből, csak egy picit a cigitből, csak egy picit az osztál üdítőt, adj már egy pohárral, adj és egy utána kortyot. Az rámegy a izére is, nincs gem kapcsom, adjál már, légy szíves. Jaj, pont nálam fogyott ki a izé, az A4-es papír, adj már egy hogy hívják, egy stóccal. Ő mindent visz. Igen. A mindig viccmesélő, saját viccein nevető, borzasztó típus. Tehát van nekünk? Nincs, ugye? Általános viccmesélőnk nincs, hál' Isten. Aki oda jön és így nagyon erőltetetten viccet mesél. Van ilyen az itt nekünk? És azt hallottátok, borzasztó kellemetlen. Nem, most egy kedves emberről azt mondja, nem akarom megmondani. Nem mondd be. De hogy van tényleg egy kollégánk, aki... Van viccmesélő kollégánk? Igen, és sajnos mindig nekem. Tehát, hogy... Ja, de ezt mesélted, várjál. Igen, és én nagyon kedvelem őt, mert tényleg egy rendes srác, de nem kéne ebben ki vicceket. De várjál, egyet mondj. Végig hallgatod, vagy nem? Végig. Hát áldozat, ez van, vagy nyuszika vagy a folyóparton. És miért mindig neked meséli? Nyuszika vagy a folyóparton. Végre mindig össze kell hoznom egy ilyen megflágos, tudod, ilyen remegő szájszere. Hát te azt hiszi, de Jani, egyszer mondd meg neki azt, hogy figyelj, nem érdekel a viccet. De olyan ne, kedvel, hogy mondd meg neki, hogy nagyon kedves csávó. Kitörsz az áldozati szerepből, nem kell, nem mondd meg neki, hogy nagyon kedvellek, de nem akarok de reggel fél hatkor viccet nem hallani. Esély. Minden kimondott nem, a lelkünk mélyében magunk felé elhangzott igen. Szerintem ez nagyon igaz. Nem így van? Tudjátok, kiről van szó. Ez nagyon igaz. Minden másnak kimondott nem, az egy mélyebb szinten egy magadnak felé kimondott igen. Ez nagyon fontos, hogy nem most nem a Jani esetemre, ez egy bagatell dolog, hogy viccet mesél. De azzal, hogy te nem hallgatod meg, magadnak egy kimondott igen, hogy nem, ezt most magamnak kimondom, hogy megvédem magam. Az önidőddel kapcsolatban, az életeddel, minden kimondott nem, egy magadnak kimondott igen mélyebb szinten, ez nagyon fontos szerintem. Megáll rám, nézz általában, és kiszúr, de figyeld meg, hogy kiszúr, mert tudja, hogy meghallgatod. Na hát milyen helyzet? És azt hallottad, és onnan már nem tudsz elmenekülni. Jó, akkor nem mondj nemet, próbáld meg egyszer, hogy nincs mosoly a végén. Nem mosolygasz. Nem most semmi. Csak egy ilyen... Már fél sikerre lehet, hogy nem fog többet tenni, de amíg még alá is nevetsz, kiszolgálod. Kiszolgálod a figyelmét. Hát alá neved. Szarvicceket mond egyébként nagyon? Úgy meséli, tehát ugye a jó vicceket is úgy meséli, hogy az képtelenség, hogy bármit kifacsarjon az emberből. Tisztellek, hogy te még rá is nevetsz akkor erre. Én megmondom, hogy figyelj, ez borzasztóan kellemetlen volt. Mondd el neki holnap reggel, hogy nagyon kedvellek, tényleg nincs veled semmi. Soha többet nem mondj nekem. Nem tudsz viccelni, nem. Beszélgessünk bármiről, csak viccet nem mesélj. Soha többet nem mondj viccet. Na most ez megjelen nektek, ez így lesz. Ezt mondd meg, és figyeld meg, hogy felszabadító érzés lesz. És a büdös életben nem kell többet. Egy nyomorúságos te egy mekkora büdös bunkó vagy. Semmi baj. Azzal már azt kezd, amit akar. Az már nem a te dolgod. De mondd meg egyszer ki őszintén, hogy figyelj, haver, nem akarok több viccet meghallgatni tőled. Ne haragudj, nem jók a vicceid. Uh-huh. És hajdod. Kész. Magadat szabadítod meg. Ez a szabadulásunk ára. Lehet, hogy onnantól kezdve tök jó lesz a kapcsolat. Sokkal jobb lesz. Sokkal lazábbak lesz. Sokkal jobb lesz. Lesz pár nap törés szerintem, de aztán visszaállt. Jövünk mindjárt, írjatok még, ha van típus, 7:30 pontosan. Ne gondolja már, hogy itt lemehet egy zene. Hát hogy van ez, gyerekek? Hogy van ez? Azért fizetek, hogy beszéljünk. Ráadásul szomorú is, ősz is van. Jövő héten 8 fok lesz, be van borulva az idő. Ne kell még itt így vernyegni. Hát nincs elég bajunk, így is érted. Hát tele vagyunk rossz hírekkel, mindenféle geopolitikai meg események. A rossz kollégákról. A rossz kollégákról beszélünk. Nő a benzinár, gyengül a forint, érted? Hát ez még ma csökkent 20 forinttal. Várd ki a végét most, igen. Lecsökkentik 20-szal, és utána meg tudják nőni 50-nel. Nőjön majd 50-nel. Hát most ugye a világpiaci események miatt itt 100 forint felé megy a literenként, vagy 100 dollár felé megy a literenkénti, vagy a hordonkénti ár, akkor azért az csúnya lesz, úgyhogy szólokon, viszont süt a nap. Na, ez jó, gyerekek, nálunk nem. Tehát, nem, hogy borzasztóan szomorkás hát itt az időjárás. Van. Hát érdről meg nem is beszélünk. Hát, na, jó. Na, jó, na, de úgy tudod, hogy az érdem mindig. Igen. Összeszedtünk még egy-két típust, egyébként így magunkból kiindulva, de ez már csak egy átszaladunk, aztán másról beszélünk.
mielőtt érkezik vendégünk, ugye Kepes Andrásra beszélgetünk majd. Már itt is van. Itt van az András, már tényleg kicsit kuglófozik. Két macska volt a napokban megjelenő könyvéről. Faggatjuk majd egy kicsit. De ugye a munkáján felelhető kollégatípusokról beszélgettünk. Még van a intim zónába, aurába nagyon közel beállók. De gyűlölöm, basszus! Mindig kényszeresen nagyon közel jövő, mindig nagyon jó sztorit megosztó, folyamatosan az arcodba mászó típus. Bárhova hátrálsz, amíg nem érsz falat a hátaddal, addig nincs menekvés. Amíg el nem lököd magadtól. Az is egy nagyon jó típus. Illetve és ott van a szűzká. De a szűz kislány. Ja, és ott a szűz kislány, aki egyébként, valljuk meg őszintén, minden céges bulin kettő darab pinyakolálától nagyon beindulva úgy kerekozik, hogy mindenkivel kikezd, soha nem érsz oda, soha nem érsz célba. Soha senki nem ér oda. Soha senki nem ér oda, mindent elhitett veled. Így van, reggel estig dobálom magam, senkinek nem mondom magam, viszont hétfő reggel már ugyanolyan undok vagyok, mint voltam. Viszont a bulin megmutatom, hogy mekkora parti animál vagyok. De nem kaphatsz meg, azért azt ne gondold. De mindenkit behúzok a csőbe. Igen, ez is egy típus. Igen. Az a lelkiismeretes, írják, akit tényleg taknyonyála egybe úgy meg van fázva, de ő ott van. Egyébként tényleg van jó. Igen, a félholtán is dolgozó. Van, aki mindig beteg, és tényleg beteg, de van, aki csak eljátszott, de van az állandóan prüszkölő taknyonyála, tényleg egybe folyó, krákogó, folyamatosan beteg, és figyelj, te ebolás vagy, 365 napja neked, te influenzás vagy, neked mi bajod van? Nyár van, augusztus, taknyonyálat, hogy értem, allergia, de hogy télen is, nyáron is, és mindig beteg. Nagyon fújja az orrát. És? Nagyon szeretethiányos, nagyon szeretne egy kis figyelmet. Gyógyszert nem vesz be, vagy mindent bevesz. Ha megkérdezed, hogy van, és kicsit is tápolod, akkor fél óráig semmi baja. Erősen a szeretethiányról szól valószínűleg ez is, hogy valaki már törődjön velem, valaki adjon már egy kicsi energiát, igen. Jó a könyv, Vali. Jó, gyerekek, hát most majd ezt 8 után megbeszéljük, nem sugok most így. Ez nem egy érettségi, most ne sugjam előre, érted? Hát most még nem, hogy jó a könyv, megrendeled, vagy mi? Most kíváncsiskodtok, mikor 8 órás témánk az Andis, hogy jó a könyv, Vali. Hát meg honnan tudná, Vali, és elolvasta majd a Kepes András elmondja, hogy miért. Intim pistáskocit nekem, érted? Azt, hogy jó a könyv, majd megbeszéljük azután, ha elment. Így is van. És addig egy szót se a könyvről. Jó-e a könyv, azt nem Andrásra fogjuk megbeszélni. Kireszül elmondom. Majd utána. Vele aranyoskodunk, kedveskedünk, és aztán majd az őszintén. Van, mert szeretjük. Ismerhetnél bennünket. A könyv az egy másik dolog. Igen. Na, mi van a Bachelorba, gyerekek? Meséltek. Wow! Mi történik a Becsókol Dáviddal, illetve már nem Becsókol Dáviddal? Miért? Ugye van egy általunk szekunder szégyenérzetnek, ám ennek ellenére nagyon kedvelt. Szerintem a szekunder szégyenérzetre direkt hajazó műsor, amivel semmi baj, mert trash, de hát ez a lényege. Ugye a nagy ő című Bachelor, az aglegény, aminek már volt Dávid. Igen, Becsókol Dávid. Becsókol Dávid tavaly, és most Árpa Attila volt tavaly, ilyen, bocsánat. Teljesen más. Tehát ugye ebben a műsorban szerintem igazából az a nagyszerű, hogy minden egyes műsorvezető teljesen átformálja a saját személyiségre, vagy a személyiségük olyan hatása van a műsorok, hogy teljesen más típusú műsort látsz. Dávidnál is más volt, Attilánál is más volt, hát és most? De azért csinálják, hogy a Ramona legyen a legcsinosabb? Tehát azért az egy követelmény, hát hogy senki nem lehet jobb a műsorvezetőnél? Tehát ezek a lányok, most semmi bajom velük, de hogy ízlések is pofonok. De... Vannak ezek a kis videóüzenetek, nyilván videóüzenetek, amikor Zolinak üzen Ramona, és látod Zolinak az arcán. Nem először veszem észre, hogy a bachelorok a műsorvezetőnőre vannak a leginkább már indul, és mindig őt puszilják a leghosszabban, és neki örülnek a legjobban. Ezt rosszul látom? De jó, hogy megint itt vagy. Már tudod, szakadj már le róla. De gyerekek, a csávó 39. leggazdagabb. Volt luxus Andi? Elmentek már legalább egy hétvégére Dubájba? Volt egy magárepülőzés, egy jachtozás? Valami már volt, amiből azt érzed, hogy ő a leggazdagabb? Porsche-val elviszi a nem tudom milyen kis luxus apartman hotelbe a lányokat, típusú egy kastélyban vannak nyilván, tehát hogy valami ilyesmi, hát és ugye folyamatosan téma az, hogy ki van ott a pénzért, és ki van ott az őszinte érzelmekért, természetesen mindenki. A pénzért senki nincs ott, mindenki csak őszinte érzelmeket keres. Kivétel. Igen, de hát ez az ott is elmondta, hogy ugye azt már tudja, hogy az milyen, hogy a pénzért szeretik, igen. De hogy szeretné, hogyha valaki végre olyan jönne, aki ő magát. Én a tegnapot nem láttam, de én a bevonulást néztem meg, gyerekek, mert az mindig minden egyes bachelornál az egy ilyen külön ékessége a dolognak, hogy ki elsőre ki milyen taktikát vonultat fel. Mm. Volt egy nő, akit nem nagyon értettél, mert ő mennyasszonyi ruhában jött. Ő, hát hogy is mondjam, azt hiszem, ő elég sokat töltött különböző sebészeti beavatkozásokkal, legalábbis így látszik. Hát nyilván kell, de rajta így nagyon jól látszik, akkor megvan, kiről beszélek. Persze. Hófehér mennyasszonyi ruhában érkezett a nagyságos már mennyasszonyi ruhában. Igen, és megcsinálta például a közös meghívójukat, hogy ezt majd ki tudják küldeni a rokonságnak. És akkor az első ilyen érzésed, hogy menekülj.
Már ismeretlenül is azt mondod a Zolinak, úgyhogy életünkben nem találkozunk, hogy figyelj, most üljél be az egyik Ferrari-ba, vagy amit van. Uh-huh. És, de ha csak egy Trabantot találsz, akkor azzal tűnj el a helyszínről. Dobd a komposztba azt a rózsát. Inkább bármi történjen. Hála, nagyon kemény, ám most már egyébként, én pont a bevonulást nem láttam, most már kezd kialakulni a Viper a fészek feeling. Tehát, ölik egymást a csajok? Rettenetesen ölik egymást, és az a legjobb az egészben, hogy általában, amit a másiknak a fejéhez vágnak, az tökéletesen igaz rájuk. Tehát mintha magukról beszélnének, de ők természetesen, amikor a másiknak a személyiségét lefestik, hogy az mennyire törtető, hogy az mennyire álságos, mennyire hazug, mennyire hiteltelen, mennyire hiányzik belőle a természetesség, mintha magukról beszélnének végig. De a legjobbak továbbra is ebben a műsorban szerintem mindig a Dumák voltak. Mindig az, nem az, amit a fülükre súgnak, hanem amit maguktól hoznak. Azok nagyon jók. Tehát, hogy amit a csajoktól. Igen, mert ugye Becsukol Dávidnál, ugye a Becsolor után adtunk neki egy ragadványnevet, de tegnap azon gondolkodtam, hogy vajon a Zolira mi illene jól. És akkor így nem kellett rám mondani semmit, mert ő magától mondott egyet, ugyanis félreértette egy megjegyzést. Az egyik kis csaj, aki már egy korábbi sorozatból ismerős lehetett, azt mondta, hogy hát én biztos, hogy én leszek Mrs. Körömbak. Mrs. Körömbak. Mert a csávónak ugye köröm bizniszből van. De várjál, jött a javítás. De várjál, ez önmagában már tök jó volt a Mrs. Körömlak, de a Zoli rosszul értette, és ő úgy emlékezett rá, hogy ő Mr. Körömpörkölt. Jézusom. Mr. Körömpörkölt, hallod? Ő Mr. Körömpörkölt. Aztán javított, és aztán mondta, javított, hogy maximum Gél királylány lehetsz. Igen, Gél királylány. Figyelj, nagyon jó, a legjobban gyűlölt személyiség az a csaj, aki elárulta az első napon, hogy ő már randizott a Zolival. Igen, hogy ők figyelj, ismerik egymást. Azt a fölháborodás, hogy mi az Istent keres itt egy... Ja, hogy nekik hát, már előtte... Na volt valami, összeakadtak a Tinderen, vagy akárhol, és akkor talán még csók is elcsattan, de nagyon komoly sztori nem volt. Figyelj, meg akarták ölni az első nap. Annyira jó látni ezt a női energiát, ahogy ti csajok tudtok gyűlölni egy másik nőt. Óriási volt. De ezek a csajok tényleg elhiszik, hogy ebből tényleg lehet valami? Szerintem igen. Igen? Szerintem igen. Hogy ők fölülnek ennek? Ami nyilván tök jó a casting, meg ha ölik egymást, tehát ez a műsor erről kell, hogy szóljon, teljesen persze. Jó, tehát ez rendben van, de hogy valójában tényleg azt gondolják, hogy ebből lesz egy hossz, vagy lehet egy hosszú távú kapcsolat, és ők lenyúlják majd Magyarország 39. leggazdagabb emberét, és tényleg szárba szökken a termük, és lesz belőle valami? Ha lesz belőle egy kis utazgatás, vagy egy pár hónapig tartó flört, akkor is meg a hírnév, hát benne vagy egy tévéműsorban. Van egy 20 éves lány például, na? A Zoli 50, mennyi? 55-53 korunk bélét talán egy-két évvel. Idősebb, jól néz ki, ugye? Hát ott is volt egy kis beavatkozás, hogy a 20 éves kislány mit keres ott. Igen. Vagy úgy érzi, hogy van az igaz szerelem, ami átível 35 éve? Ő is kikérte magának egyébként tegnap, hogy a pénzre ment. Ne, egyrészt, másrészt, hogy őt éretlenek tartják, hiszen... Attól lehet, 20 évesen persze, lehet érett. Hogy úgy tűnt egyébként három mondat, de nagyon érződött rajta, hogy tényleg nagyon érett gondolkodásmódú. De szerintem igen. Szerintem őket tényleg elhiszik, aha, hogy odaérhetnek. Persze, meg hát nyilván nem is csak az odaérés, hanem amit a Feri mondta, hogy műsorban vannak, hogy szerepelnek, hogy ott vannak, hogy az egész valahova odaérhetnek. Valami lesz belőle. Valaki fölfigyel rá. Követőket gyűjtenek, Instán megismerik őket, TikTok videók, tehát valami lesz belőle. Fantasztikus élményben lehet részük. Például a kipróbálhatják Éres Jákob féle hazugságvizsgálatot, a kemény az orrod vagy puha. Annál kellemet, hogy tegnap tehát, amikor konkrétan így megállsz így a szoba közepén, és így lassan kinyílik a szád, és így nem hiszed el, hogy mi történik a képernyőn. De te mazohista vagy, mert te ezért nézed. Tehát, hogy nem hiszed el, de nézed, mint Marika néni a híradóval. Vitatkozik, de mindig megnézi. Akkor érzek meg, hogy felfogadatlan. Ki hazudik, és ki mond igazat a lányok közül. Végig nyomkodta az összes orra. Akinek kemény az orra, az igazat mond, akinek puha, az meg nem mond igazat. Na nézzük neked. Nagyon jó hozod a hangot. Jól hozod. Nem. Hogy a csávó hogy született össze 39 milliárdot egyébként. És a Rubin Tréka mit csinál a műsorban? Na, ez a nagy kérdés. Én csak promóba láttam, de az a Réka? Jól láttam, hogy a Réka benne van? Vagy csak elviszi? Tehát mit csinál a Réka? Vagy már... Ja, csak bekísérte a lányokat? Aha. Ja, egyet bekísérte. Ja, azt hittem, mondom. Mm-hmm. Hát, nem és tudtam, a legjobb ekkora bekísérés? Baj, mondom, hát... Ho-ho!
Hát a csaj, aki a teljes családjával érkezett, és a csaj már bevonult a kastélyba, apu meg anyu ott maradt a jelentkező nőnek a kicslányával is, mert van neki egy, és kedélyesen elbeszélgettek még egy fél órát a Zolival, és mondta apu, hogy ő meghozta a lányát, és a Zolira szeretné bízni. Óriási volt. És a papát céltudatos, tehát ott akkor vigye a milliárdos kislány. Ez Zolikám hívott papának. Vagy apukának. Azonos korúak voltak. Igen, a 20 évesek a belső értékek számítanak. Az automata váltó, a bőr, az ülés, a digi klíma. Igen. De mondjuk a Zolinak csak egyetlen jó tanácsot mondani, hogy a sportosan felszadok a lépcsőt, azt ne erőltesse. Nem lett könnyű. Nyilván kellemes teher, de hogy egy milliárdosként azért így összeszedni valami komoly kapcsolatot, szóval hogy azért az úgy a kettő, igen, egy, szóval, a kettő együtt azért az így ellentmondás. Nem, persze nem sajnálja az ember, meg biztos meg lehet birkózni ezzel a terrel, hogy milliárdos vagyok, hogy szedjek így össze valakit, tehát biztos megbirkózik vele, de hogy azért ez így ebben a formában. Ha vagy elengedted az egészet, és azt mondod, hogy oké, a pénzemért is szeret, aztán nem működik a belső értékhez. De akkor azért hosszútávú kapcsolatban nem nagyon számít. Vagy megkeresed azt a nőt, aki nem tudja, hogy te ki vagy. Hát, már most műsoron kívül. És direkt elmész egy dévóval, direkt rossz helyre viszed, és a három randi után fedett fel, hogy egyébként milliárdos vagy. Addig meg elviszed valahova a 8. keretbe egy szobakonyhába. Ja. Közvetlenül egy játszótérre, vagy egy tűzfara kinéző szobába. És ha úgy is szeret, akkor viszont akkor felfedheted, hogy te vagy a magában leggazdagabb 30. Egy kezes lábosban először egy köztér, és összehúzod az avart, érted? Egy lombseprűvel is közben szóba legyetsz valaki, de hát ez nyilván nem. Tehát, hogy ez a típus. Ma, hogy nehéz lehet. Így van. Nehéz lehet, hogy hosszú távú kapcsolatot kialakítani. Neki a leghosszabb távú kapcsolata, az én tudomásom szerint, amennyit én tudok róla, az a Kassa Tibivel volt. Tehát az Olinak? Az Olinak? Ők egy idejében együtt mozogtak, tehát így ilyen sülve-főve együtt voltak. Ő az a srác, akivel együtt voltak? Tényleg? Ezt nem is tudtam. És olyat nem lehet, hogy feldobni egyszer tényleg, hogy berakni egy travit, vagy valaki, aki átoperáltatta magát, és a pacsalódnak rá kell jönni, a 14 nő közül. Nézd bele, valami nem biztos, hogy nincs. A 14 nő közül az egyik valamikor pasi volt. Nekem néha gyanús. Légy te a nagy ő, de tudd, hogyha randizni viszed őket, egyszer egy pasival randizol. Nekem néha gyanús. Hát a Viaszaton volt egy ilyen műsor, erről ugye már beszéltünk. Igen. Az felfoghatatlanul durva volt. Amikor a végén a három srácnak megmondták, hogy mindannyian elvittétek egy randira, mindannyiatok eltöltött egy estét. Óriási csmároltatok, még van valami, amit nem tudtok. Uh-huh. Hopsz! Azt nem tudjátok, hogy. Hogy az gyere, Aranka, mondd el, hogy ez nem erényű volt. És Aranka elmondta, hogy most azt nem tudom, hogy a szerszám megvolt-e vagy nem, de hogy vagy átoperáltotta magát, vagy túl van már a nem váltó műtétén, vagy férfi volt, vagy csak az, aki csak úgy hátrahúzza egy Hosentrogerrel, hogy egy picit szexibbnek tűnjön, nem tudom, hogy eltűnt-e maga a szerszám, de elmondta, hogy férfi vagyok. Finkel. Felfoghatatlanul tapsoltam. Mondtam, ez az igazi reality. Na ez kemény, ezt csak Amerikában tudjátok megcsinálni. Milyen szerződés lehet, milyen ügyvédekkel, mi lehet ott, mennyire bebiztosítja magát a produkció. És mondta, egyébként nagyon dekoratív volt a csaj. Kicsi ázsiai beütés. Igen. És elmondta, hogy hát az a helyzet, hogy én igazából hát átestem egy műtéten, és így is kellek-e. Az egyik srác azonnal elfordult, és így elkezdett töklendezni, a másik kézzel felborult. Nem tudom már, mi a vége, de tudom, hogy egy ilyen háztetőn az eredményhirdetés, azt láttam, amikor közlik velük, hogy na most ez még jól tudjátok, hogy igazából Finkl, Erhon az Finkl, Finkl az Erhon. Tessék? Hogy ő ért oda, hogy választhatott. Ő ért oda, és mind a három srác vitte már el randira, és mind a három srác ott állt, hogy reménykedett benne, hogy a csaj őket választja. És akkor elmondták neki, hogy jön a döntés, meghallgatjátok, de még akar valamit mondani. Azért, amikor tátsz egy tévéműsorban, és már tudod, hogy leadják, aláírtad, be van biztosítva a produkció, nem tudod letiltani, mi történik utána az életeddel? Tehát, hogy azért azt gondolod, de milyen kegyetlen a produkció önmagában. Hogy azért annak a három csávónak valószínűleg lehet, hogy megnyomorodott utána az élete. Oké, jó a nézettség. Na, mit kap az? Hát mit kap a közösségi oldalakon, a munkahelyén, persze, a munkahelyén, persze, a barátaitól, és könyörtelen. Hát gondold, igen, de mi van akkor, hogyha most tényleg talált, nyilván most ez persze egy műsor, tehát hogy ezért viszonylag kevés rá az esély, de hogyha mégis találtál ebben az emberben, a másik emberben, és nem azon van, hogy ebben az átműtött férfiban, hanem ebben a másik emberben találtál tényleg egy igazi lelkitársat. Oké, akkor is nehéz földolgozni, hogy lehet, hogy nem lepődne meg a Móri, megmondaná egy férfi, nem, de azért lennének kérdései. Tehát, hogy úgy azért azt mondod, hogy oké, lelkitársak vagyunk, de azért nem, tehát oké, hogy megvan a lelkitárs, de azért azt mondod, hogy jó,
De azért legalább... Hát ma, Józsi, Moni, Józsi, mi van? Nem Moni, Józsi, azért ezt elmondhattad volna 20 évvel ezelőtt, nem baj, szeretnek meg. Már ne szakítsunk meg mindent. Józsi, Jasmine. Tehát, igen, mi volt előbb? Érted, ha lelkitársak vagytok, vagy van valami? Ha már szereted lelkitársak vagytok, mondjuk egy forgatáson nyilván nem alakul ki, de azért most a férjed, feleséged, mindenki a kocsiba az... rád néz, és azt mondja, hogy figyelj, jó, ha tudod, hogy férfi vagyok. Hát most nézz át a párodra, kérdezd meg azért, ha bemondaná, hogy igen, nem? Hát... Én meg még szerettem a közös gyereküket, aki nem is a közös gyerekünk. Szóval Mbappé jó focista, jó, de azért... Igen, de na. Hát most azért ugye, hogy azért ott is. Na de látod, de igen, de ő például felvállalta, tehát hogy egy világsztárról van szó, és na hát hogy képzeld el, hogy ő mit kaphatott, és mégis azt mondta, hogy ennek ellenére vállalom. Egy férfiból átoperáltatott nővel él, ugye? Talán azt hiszem, ő valamikor férfi volt. Akkor ő meleg, vagy oda van azért a nőért, igen, akivel most él? Így van. Na mi a válasz erre? Mbappé egy meleg csávó, aki egyébként most ő él heteroszexuálisként egy nővel, vagy egy fel nem vállalt, még utána önmagának sem bevallott meleg, aki egyébként egy férfival él együtt, aki nővé operáltatta magát, de genetikailag, kromoszómákban az egy férfi. Szerintem az dönti el, hogy amikor megismerkedtek és beleszeretett, akkor tudta-e, hogy átműtött. Uh-huh. Mert vagy abban, tudta, valószínűleg tudta. Ha akkor biztos, de te alapvetően egy férfivel vagy. Tudta. Igen. De hogyha te de női identitásként kezelheted, okay, kezelheted úgy is, van, mint nő. Tehát, hogyha nem tudtad a nem váltó műtétet, te egy nőbe szerettél bele, a lelkébe szerettél bele, a testébe szerettél bele. Onnantól kezdve, és utána belöki 2 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy tök mindegy, mikor, hogy én férfi voltam, az már, ott már nem tudsz mit csinálni. Szerelmes vagy. A határait feszegető hetero. Hát már nincsenek együtt, oké, de hogy évekig nincsen együtt voltak. Ah, tehát, így van, és korábban is helyett játszottak egymással, mert azt hiszem, hogy az Olympic Marseille-ben volt az itt között a srác. Igen, onnan jött, még a műtét előtt az Olympic Marseille-ben játszott hosszú évekig. Így van, aztán pedig egészen mással dekázott. Igen. Na, Istenem. Az is tök érdekes kérdés egyébként, hogy a Zolinak miért van szüksége a műsorra, visszatérve a Bachelorra. Szerintem az Olinak alapján nem a csajok miatt van szüksége, hanem hogy hírnév, egy nézetműsor, az ismertség, az arcod. Hát szerintem már ismerték elég sokan, azért ő szerepel egy csomó helyen. Igen, lehet. Nem tudom. Szerintem ez tulajdonképpen ennyi. Kicsi magamutogatás, kicsi exhibicionizmus. Ott van a bulvárban. Ő ezt élvezi is. Tehát, hogy ő az a típusú milliárdos egyébként, aki mindig szerette megmutatni azt, hogy milyen van, mert büszke volt rá. Tehát, hogy ő nem az a típus, és ráadásul nem az a tudod, a leasingeli a drága autókat, aztán hanem pedig az. Még menőzik vele tarjába. Igen, ő tényleg gazdag. Az első olyan nagy ő, aki tényleg gazdag. Na, jövünk mindjárt 2 percen pontosan 8 óra, Kepes Andrással beszélgetünk. Mindjárt rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsi! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nem tudjuk, ha máshol milyen idő van Pesten, borongós. Retek vacak idő van, igen, de már egy jót mondtak, tehát hogy nekem itten be volt készítve egy Nógrád csóványos Börzsöny. Azt hittem, egy nógrádi. Nagyírtás puszta. Kvaddal. Lőjük az őzeket, gázoljuk a nyugdíjasokat. Keressük a rénszarvast. Nagyírtás puszta, majd pénteken lesz neked be készítve. Igen. Azt ne felejtsük el, hogy pénteken nagyírtás puszta. Közben jön a vendégünk is, közben szépen komótos. Igen, szem, miről beszélgettek, nagyírtás puszta, esély, borongós. Édesen megilletődve, mint először lenne rádió stúdióban, igen. De lehet, majd megkérdezzük, milyen régen volt. Szóval, hogy amíg itt bekészülődik, addig mi is még itt elmondjuk, hogy igen, hát már a jót mondtak. Azt mondja, hogy ne vigyük ki a pulóverét, ez legyen itt. Én mondtam, hogy ha valami érték van benne, hozza be inkább, igen. Ja. Mindig van. András, jó reggel, csáó, Kepes András a vendégünk, jó reggelt kívánunk, hello. Jó reggelt kívánok, hello. Mindenkinek. És hát egyben, Isten éltesen sokáig, hát ez valami egészen komoly együttállás. Köszönjük szépen, hogy a születésnapot, igen, a születésnapot egy minimum egy óráját. Igen. Így időzítettem, végre eljöhetek akkor egy születésnapot produkálom. Igen. Figyelj, pont mondtam a fiúknak, hogy azért azt a szemedre fogom vetni, hogy ha valaki miatt kitolják a nyugdíjkorhatárt, az te vagy. Tehát én nem tudom, hogy ez genetika, vagy te olyan, mintha Miami-ból érkeznél egy könyvtúrára haza, és mennél vissza. Tehát amerikai nyugdíjasok szoktak ilyen jól kinézni, ahogy te kimézel. Ez már az ajándék. Ez már az ajándék. Köszönöm. Pár kedves szózat. De nem bók, de hogy tényleg, szóval, hogy ez genetika, csinálsz, hogy elképesztően jól ezek. És nagyon nézek ki, Balázs, annyira jó. Nem mondta, hogy én vagyom az első, aki mondja. Azért a magyar 75 éves pacákok nem így
néznek ki? Na, szóval ez tényleg iszonyatosan hát, jó formában vagy. Vannak olyan emberek, akiknek egyébként jól áll az öregedés, és most jön az, hogy te nem az vagy. Nyilván. Nem, most már célzott rá, hogy azért öreg vagyok. És akkor így, vagy idősödés az érés, mindegy, de kerülgessük itt a dolgot, de hogy te tényleg rendben vagy. És ezért most egy nagyon picit beszélgettünk kint, és hogy próbáltam meg kihúzni Andrásba azt, hogy mivel tartja magát így frissen fiatal, és mondta, hogy hát van egy 12 éves gyermek. Egy 12 éves gyermek, azt igen. Pedig, hát ott az azért muszáj. Hát igazából én azt hiszem, hogy amolyan kötelessége lenne az embernek, hogy kívülről és belülről rendbe tartsa magát. Csak ez nálunk, ez valahogy nem mint feltétlenül a kultúra része. Én meg azt gondolom, hogy felelős az igen. Ember a külsejéért is, meg a belsejéért is. És én mindent csinálok, csak mindent módjával és mértékkel, tehát mindent eszem, viszont semmi trükk nincs benne. Éppen tegnap is, mert szóba került ez, velem egy idős kollégák mondták, hogy te hogy csinálod, hogy nincs pocagod, és ugye nem eszel már este? De eszem, ha éhes vagyok, akkor eszem. Tehát, hogy nem ezen múlik szerintem, hanem hogy az ember valahogy próbálja úgy beosztani, hogy minden legyen, de semmi se legyen túlzásban. Igen, meg hát ők egy 12 éves gyerek azért az eleve, azért az, tehát azért amennyi energiát az igényel, nem? Tehát az is egyfajta fiatalon tartás. Szerencsére sportolni, úgyhogy jó kondiba tartja a többi edzőt is. Igen. Ez a jubileumi dolog, hogy ugye 50 éve vagy a pályán, most van a születésnapod és a könyved megjelenik, ez egy szerencsés együttás, ez egy tudatos dolog, ez egy teljesen koncepciózus elképzelés volt, hogy te most a 75. születésnapodra szeretnéd kérni, vagy egyszer csak azt mondtad, hogy most lett kész, most merem elengedni, na lásd, akkor közben meg megérkezik a szülőnapom is. Hát valójában szinte minden könyvem a születésnapom környékén jelent meg, de ennek azért van egy ilyen marketing oldala is, tehát ilyen október közepe táján kell. Tehát nem a születésnap az érdekes, hanem hogy október táján kell megjelenni egy könyvnek ahhoz, hogy karácsonyra felfusson. Tehát az én születésnapom alkalmából rengeteg könyv megjelenik, és nem mindenki engem ünnepel. És te alapvetően tojsz rád, a kiadó azt mondta, hogy jaj, jó, fel lehet erre húzni, hogy most éppen születésnapod a lejjel. Igen, de az, hogy közben meg a pályám 50 éves, tehát, hogy éppen most 50 éve kezdtem el rádiózni belsősként, az meg tényleg egy szerencsés egybeesés. Igen, pont erről beszélgetünk a fiúkkal reggel, mikor konferáltunk téged, hogy a mi a szüleink leginkább a rádióból ismernek. Mi ugye nekünk már inkább egy tévés műsorvezető vagy, hiszen ott számos televíziós műsorban látott valakit, és van már egy olyan generáció, akik mondjuk szeretnek olvasni könyvforgatók, akiknek te már nem tévés vagy, és nem rádiós vagy, hanem egy szép irodalmat író tulajdonképpen. Nem, meglepődnek, amikor kiderül, hogy én tévéztem. És nem fiatalok, tehát jó múltkorában összefutottam egy ilyen 30 körüli nagyon helyes ifjú nővel, és akkor úgy beszélgettünk a könyveim, meg így, meg úgy, meg amúgy, és akkor valahogy szóba került, hogy hát a tévéműsor, és akkor azt mondja, hogy neked voltak tévéműsoraid? És akkor én úgy örültem neki tulajdonképpen, hogy úgy sikerült egy új életet elkezdeni, hogy nem a régi sikerek farvizein, hanem ezek már az új sikerek farvizein. Hát most meg tudod, mi lesz, hogy hallgat minket valaki, aki egyébként semmit nem mondaná, mert majd nézi ezt a közvetítést, és úgy fog emlékezni, hogy be volt az a szimpatikus, az a görögös csávó. Ez bejön, és valami könyvet is írt. Jó arc, jó arc, jó pofasza volt. Valami, menjünk, gyorsan vegyük meg a könyvét, igen, hát úgyis jó. Nekem az első élményem... Két macskam voltam, csak ez a címe, csak mondom. Ha már is szóba került. Nekem az első emlékem veled, hogy ülök az édesanyám mellett, nézzük a Desszert című műsort. Ugye én akkor még bőven nem kacérkodtam azzal, hogy tévézek, még talán nem is volt erről szó. Mm. És azt figyeltem, hogy ki ez a pacák, aki három embert ültet le egyszerre, olyan halkan beszél, és mégis mindenki ráfigyel. Nekem te voltál a tévében a halkan beszélő ember. Gyerekként fiatal. A halkbácsi. Hogy mit mondtam, az már nem érdekes. Nem fejl az ember a desszertet, ugye máshogy nézi, tudod. A halkan beszélek, figyelj, ha és halkan, akkor odafigyelsz rám. Igen, egyébként tényleg ez a trükk. Ha valaki üvölt, akkor rögtön hátrálsz. Igen. Igen. Meg én próbáltam mindig kimaradni a beszélgetésből, tehát inkább a többieket beszéltetni, ami ugye ebben a talk show műfajban nem egy szokásos dolog, mert az mindig a műsorvezetőről szól. Jönnek mindenféle vendégek, de hát az a fontos ember az ő. Én pedig mindig úgy próbáltam intézni, hogy jönnek mindenféle emberek, akik fontosak. És fura módon mégis
megjegyeztek engem. És ez nehéz műfaj volt akkor egyébként az élet számos területéről összeültetni úgy három embert, hogy valami kapcsolódást azért találjál. Ugye ott kapcsolt be a kamera, lehet, hogy sokan nem tudják, ti megettétek a vacsorát, jött a desszert, ezért volt a műsor címe desszert, és akkor onnan indult már a tévé közvetítés. Ti már előtt is beszélgettetek, de azért ez egy baromi nehéz műfaj, azért három az élet teljesen más területéről jövő embert úgy összeültetni, hogy legyen kapcsolódás, és te legyél a három ember között a kapocs. Azt én nagyon-nagyon szerettem. Hát különösen azért, mert szándékosan úgy válogattam össze, hogy nagyon ellenkező vagy ellentés, többnyire ellentétes területről jöjjenek. Tehát, hogy nagy különbség legyen műveltségben, világlátásban, gondolkodásmódban. Mert ugye az egész műsornak az volt a lényege, hogy azt akartam megmutatni, hogyha ekkora különbség, szociális, műveltségbeli különbség, politikai különbség van emberek között, ha elég intelligensek és nyitottak, akkor képesek egymással beszélgetni. Hát ezt azóta már nem nagyon látjuk, de akkor még... értették, ugye? Igen, igen. Most már meg főleg nem értenék, szerintem. Egyébként arra emlékszel, hogy mi volt az a pont, amikor te azt mondtad a televízióra, hogy na ez volt az utolsó, és elég. Gondolom ez egy érés volt, de hogy miért jött el az a pont? Ugye csak arra gondolok, hogy nagyon kevesen tudják így átmenteni magukat, vagy valami teljesen mással foglalkozni. Tudom, hogy te már azért a 80-as években is írtál, tehát hogy neked az írás az nem egy új dolog, de hogy azért valahogy azt látom, hogy a szakmabelieink nagyon nehezen engedik ezt el, és csak mennek, és nagyon sok embernek kellene már abba hagyni. Te pedig valahogy olyan szépen mentél át az írásba, és egyik pillanatról a másikra engedted el, és mondtad azt, hogy fölállok, nem kérek belőle többet, hogy ebből tényleg kevés van. Ez egy határozott esemény volt, egy bizonyos pont, amikor azt mondtad, hogy vége a tévének? Volt egy ilyen esemény is, de én többször abba hagytam a tévézést. Hát abba hagytam egyszer valamikor a 80-as évek elején, tehát amikor a stúdiót csináltuk, és éreztem, hogy túl nagy a politikai nyomás, és azt mondtam, hogy én ilyen körülmények között nem tudok, nem is akarok dolgozni. És akkor az volt a szerencsém, hogy akkor felvettek engem a Stanford Egyetemre, Kaliforniába, és akkor gyakorlatilag aztán utána meghívtak a New York-i egyetemre tanítani. Milyen szerencsés ember vagy, felvettek, aztán fel. Hát csak szerencsés. Hát tényleg szerencsés vagyok egyébként. És akkor két évre kiszakadtam, és akkor mindenki azt mondta, hogy elmész két évre, mindenki el fog felejteni. És mondta, hát ha elfelejtenek, akkor megérdemeltem. Akkor ez, ha meg nem, akkor nem akartam én visszamenni. Úgy könyörögtek vissza a kollégák, hogy menjek vissza a tévéhez. Aztán amikor ugye megbetegedtem, ez valamikor ugye 98-ban volt, akkor is ott hagytam két évre a tévét, és azt gondoltam, hogy nem megyek vissza, tehát nekem ez nem hiányzott annyira a televíziózás, de a pont, amit kérdeztél, az az volt, hogy az egyik szerintem az eddigi legjobb dokumentumfilm sorozatomat csináltam, ez a Különös Történetek volt a címe, és hát akkor azért már eléggé leszoktak a nézők, ez véletlenül éppen megint a MTV-n ment, mert közben én jártam az RTL-nél is, meg a TV2-nél is, és mentem az utcán, és akkor azt kérdezték az emberek, hogy jaj, Kepes úr, de régen láttuk, miért nem csinál már valami jót a tévében? És mondom, hát most megy a sorozatom. Azt mondja, ja, mi már nem nézünk tévét. Na és amikor már a századik ember ezt mondta, azt mondtam, hogy úgy látszik, hogy akik engem szerettek, és néztek, azok már nem néznek tévét. Akik most néznek tévét, azok meg valószínűleg nem engem akarnak látni, úgyhogy legegyszerűbb, hogyha én most befejezem. És nem gondolkodtál más platformon? Hát egy csomóan átmentek. Nem, YouTube. Nem. Én ha valamit abba hagyok, ha csinálom, akkor csinálom, ha abba hagyom, akkor abba hagyom, úgyhogy az ott is mondja, miért nem csak podcastot, meg ezt, meg az. Nem, akkor tévészhetnék is együtt. Azt olvastam veled egy interjút, és azt mondtad, hogy te már a 70-es, 80-as években egyébként írtál, csak volt, amit még talán önkezüleg megsemmisítettél, tehát hogy nem merted ezt úgy vállalni. Ugye talán interjúregényed, hogy voltak már egy köteteid, hogy szép irodalom nem igazán volt, de hogy az írás azért az egy tulajdonképpen a pályáddal együtt járó dolog. Csak hogy ezeket megsemmisítetted. Sajnos még az nem elején. Volt mindenki ilyen finnyás. Sajnos nem volt mindenki ennyi önreflexió. Igen, szóval, hogy igen, kell önkritika. Na most lehet, hogy olyanokat is kidobáltam, most már utólag nem sajnálom, ami most érdekes lehetett volna. Tehát írtam verseket is, meg írtam novellákat. Úgy éreztem, hogy hát ilyet más is tud. Tehát el kellett jutnom addig a pontig, a Jerome Davis Salingernek van egy kis regénye, és akkor abban van egy mondat, ami számomra nagyon fontos volt, ott a főhős megmutatja a bátyjának a novelláit. És akkor a bátyja elolvassa, és akkor azt mondja neki, hogy nem pofás kis történeteket várok tőled.
a zsákmányodra vagyok kíváncsi. Aha. És akkor ez a mondat, ez nekem nagyon sokáig ott volt az íróasztalom fölött, és én a rádiós tévés műsoraimat is úgy készítettem, hogy mindig belegondoltam, hogy ezt más is érdekelne, vagy ez az én zsák, ahogy én látom, ez az én zsákmányom-e. És el kellett jutnom odáig az írásban is, amíg azt mondtam, hogy olyat szeretnék írni, amit csak én tudok. Lehet, hogy nem ez a legjobb, lehet, hogy mások jobban megírják, de ez az enyém. Úgyhogy ez volt egy nagyon fontos pont. Ugye két macska voltam, ez a könyvednek a címe. Tényleg, igen. De jó, hogy mondod, hogy ezért jött. András. Nem csak ezért jöttem, de ezért hívtatok. András rápillantott a jegyzetére, és Alásnak igazán. Azt mondod, hogy azért két macska, mert hogy legalább két macska, vagy két macska típus van az emberben. Ezt mondtad, minimum. Hogy ezt tudom. Kéne lenni. Mire gondolsz ezzel pontosan, vagy ezt hogy érted? Hát tulajdonképpen ideális esetben ez az állandó kételj, tehát hogy soha ne érezd úgy, hogy csak egyféle igazság van, amire egyébként hajlamosak vagyunk, a mi kultúránkban meg aztán végképp, de a világban is sajnos egyre inkább jobban elterjed, és azt gondolom, hogyha az emberben van két macska, aki állandóan egymást piszkálja, hogy te biztos, hogy az úgy van, vagy nem úgy van. Tehát ideális esetben ez a kétség, hát mondjuk rossz esetben ez a tudathasadás, de hát próbáljuk abból a szempontból megközelíteni, hogy akiben nincs legalább két macska, azt érdemes nagy ívben elkerülni, mert az mindenféle hajas dologra képes. A világ pedig afelé megy, hogy egymacskásodunk, szerintem, nem? Hát tehát például a vitakultúránk is ilyen, hogy igen, azt mondom, igen. Hogy ez az én macskám, na akkor ez az igazság. Igen, igen. Hát én a kétséget egyébként, amit nagyon sokan elítélnek, azt hiszik, hogy a kétség az rossz, vagy kételj az rossz. Én meg azt mondom, hogy kételj nélkül nincs kritikai gondolkodás. Tehát az ember állandóan nem kóstol bele valamiben, és nem mondja azt, hogy biztos, hogy ez így van. Na most ez a másik macska. Jött már olyan értelmezés a könyvnek, amire te nem gondoltál, de valaki belelátja, mert szerintem ez a könyv, én elolvastam, szerintem nagyon sok mindenről szól, és egyébként egyéni igazságokon keresztül még egy csomó minden más igazságról, amit te lehet, hogy bele se gondoltál, vagy eszedbe se jutott. Kapsz olyan értelmezéseket egy könyved után, mondjuk egy olvasói találkozón, hogy nekem még ez is benne volt, vagy nekem még ez is följött, vagy engem még bennem még ilyen szálakat is elindított, anélkül, hogy lelőnénk a poént, hogy ez miről szól tulajdonképpen pontosan. Hát ez mindig a legizgalmasabb, amikor az ember ugye ír egy könyvet, vagy hétköznapi életben elmond egy gondolatmenetet, és látja a másik szemén, hogy, vagy megszólal, és kiderül, hogy tök mást értett belőle. Na most valamikor olyanokat is észrevesznek, amit én se vettem észre, és akkor az ember örülsz, hogy ez is benne van. Jó fej vagy. És akkor van úgy, amikor pont az ellenkezőjét értik. Én most föltettem, csak hogy példaként mondjam, tehát a hivatalos honlapomra mondatokat a könyvből. Na most, hogy olyan, mint egy teszt. Tehát, hogy annyira, miközben ugye a könyv az a 70-es években Kádár korszakon játszódik, illetve a rendszerváltás idején, környéke, igen. Minden egyes mondatra ilyen napi politikai hisztériával reagálnak az emberek, pedig hát ha tényleg érdekelni őket, hát oda van írva, hogy zárójelbe a könyv címe két macska voltam, és igen. Utána lehetne nézni, hogy ez micsoda, igen. Nem? Zsigerből, gyomorból jönnek a reakciók, és ott tépik egymást az emberek az oldalamon, ami hát ugye kiderül, hogy milyen elképesztő, traumatikus mentális állapotban van ez az ország. És hát éppen azon viccelődtünk ott a lányommal valamelyikkel a napokban, erről beszélgettünk, hogy föltennék egy virágnevet, azt mondom, Margaréta. Hát beindul a nem szegfű? Miért nem sárga tulipán, miért nem izéró, vörös rózsa. Szóval, hogy bármi, de ugranak az emberek, és azért ilyen közegben egyébként regényt írni nagyon nehéz, mert soha nem tudod egyébként, hogy miből mit olvasnak ki. Igen, ahogy egy interjúból nem igen. Értik, hogy mit olvasnak ki az hogy emberek egy beszélgetésből. De nagyon aranyosan próbálod őket egyesével meggyőzni. Megnéztem a reggel a Facebookot. Kicsit a tényleg, Jani vagy. Kicsit tényleg. A Jani vagy. Itt van, hogy ő nagyon olvasott hölgynek tűnik, kedves XY, és ez egy idézőjel. De ne csinál egyenként, erre te veszed a fáradtságot, hogy elolvast, hogy megválaszod. János ugyanezt csinálja. Igen. Sokszor, már nem mindig, de sokszor csinálta. Te ezt egyenként megválaszolod? Ha azt látom, hogy nem rossz indulatból, hanem
tulajdonképpen ő a véleményét mondja, csak a véleménye más, mint az enyém, és éppen van rá időm, akkor szoktam levelezni, és egyébként fura módon volt olyan is, hogy valakinek ilyen nagyon gyűlölködő hangnemet ütött meg, most az utóbbi időben ezeket már kinyomom, tehát nem érek rá, szóval van egy csomó oldal, nagy szeretettel fogadják ezeket a gyűlölködő gondolatokat, tudja, ott tessék folytatni, és de régen akkor erre is válaszolt. Hmm. És az volt az érdekes, hogy elkezdődött egy párbeszéd, ami átment privátba, és a privátban a végén megköszönte, hogy én őt komolyan vettem, és hogy én nem gyűlölködtem vissza, és hogy ezért hálás, és ő ezen elgondolkodott. Tehát ez nagyon érdekes, hogy én már régóta egyébként a gyűlölködő mondatok mögött mindig a másiknak a sérüléseit figyelem. Hát az is van valójában. És hát igazából róluk amit rajtad, szól mint tükörventéllel, de saját igen, magáról szól. Igen, a gyűlölködő mondatok, a harag, igen. Az indulat, amit beléd lát vagy a könyve, az valójában igen. Az ő élete és az ő traumája, amit és mondasz így van. És amit valakin ki kell ventillálni. És ha így reagálnánk rá, tehát ha ezt mindenki fölismerné, hogy nem megsértődni kell, hanem kezdjen el gondolkodni, hogy a másik ezt miért mondta, és neki szerencsétlennek mi baja lehet. Régen, amikor ilyen, még akkor névtelen levelek voltak, és úgy elképzeltem, hogy a Pali fölszívja magát, és veszi a fáradtságot, küszködve a helyes írással. Megírja egy névtelen, elmegy a sorban áll a postán, kifizeti, és azt mondja, Istenem, hát neki ez ennyire fontos. Igen. És csak a Facebookon mozogsz, vagy akkor ilyen otthonosan az Instagram, TikTok, mindenhol? Tehát, hogy vagy a Facebook az így megmaradt valami, amit még csinálsz, de az újak már annyira van, nem. Igen. Egy TikTok, egy Insta, nem, akkor nem, vagy sem? Nem, és az a baj, hogy nem nagyon tudom követni a gyerekeimnek az ilyen irányú tevékenységét, úgyhogy lehet, hogy kénytelen leszek rámenni ezekre is. Muszáj elindít, van fiatal olvasó közönség, és őket már a Facebookon nem érted el. Igen. 50 pluszos boomerek vannak a Facebookon, meg kell megfelelő rossz indulatot. Így van. Hát a mi platformunk a fiatalok már nem nagyon használják. Jövünk mindjárt, folytatjuk a beszélgetést Kepes Andrással. 9:30, itt vagyunk rögtön a hírek után. 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk, Ferenc, te tegnap valami 24 fokról meg napsütésről beszélt, és nem azért mondom, csak hogy nem mondtam most rögtön, azt mondtam, hogy majd egyszer, most esik. Nyáron, majd nyáron. Jelezted, hogy ez ma lesz, igen, köszönjük szépen, de 10 után megjön. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. András, nagyon fontos, mielőtt még tovább vigyünk a könyved el, van már idő az Azariára? De arról beszélgetünk reggel, hogy teltházas a Puskás stadion az Azariáknak, 23 éves magyar fiatal srác, és dupla Puskás stadion nyomnak. Két nap múlva kezdik a következő stadionnak az értékesítését a koncerten. Tehát azért ez önmagában történelem. Erre utal a Jani. És megvan dumálva, hogy fölmutatja a könyvemet. Ez igen, na ha azt megintézed, akkor az erős promóció. Igen. De akkor nem is kell bejönni. Van új könyve? Nem, de lesz. Igen. Két macska voltam, ez Keves András könyvének a címe, erről beszélgetünk, és itt a végén vagy egy kis rövid összefoglalója a könyvnek, csak nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert nagyon sok fordulat van, hogy az ember lelője le, hogy a lélektani krimiket idéző sorsregény. És te is sokszor, ahogy látom itt a pár napban, az elmúlt napokban az interjúkat, hogy inkább a bűnről, a bűn elfogadásáról, a stiklikről és a stitkik beépüléséről és a hétköznapba való olvadásáról beszélsz inkább. Míg például nekem ez a könyv sokkal inkább azt mutatta, de lehet, hogy ami teljesen más értelmezést gondoltam róla. Nekem inkább ebben az volt a fontos, hogy mennyire előre elrendeltetett, hogy hova születünk, hogy milyen környezetben, hogy kit választunk szülőknek, hogy abból ki akarunk-e, ki tudunk-e törni, sőt, mi több, hogy vállaljuk-e a felelősséget, vagy mindig csak valakire mutatunk, hogy miért tartott az életem, ahol éppen tart, ahelyett, hogy ezzel szembenézésig azt mondanám, hogy a saját életem irányítója én vagyok. Aztán rá kell tűnöm, hogy a vége felé, hogy a kicsit együtt a kettő valójában. Tehát, hogy közben ahogy a bűnbe épül, de ahogy közben ez egy sorsdráma lehet, akár egy apa, egy anya, vagy egy családtag, aki meghatározza egy traumán keresztül akár a sorsunkat. Ez neked konkrét életélmény, amiket beleszőttél, saját tapasztalat, családon belül jövő tapasztalat, vagy egy konkrét terápia neked is, hogy olyanokat írsz ki, ami akár a közvetlen környezetedben, vagy a fiatalságodban megtörtént? Hát a karakterek általában úgy alakulnak, hogy az embert valami elkezdi foglalkoztatni, ez esetben engem, én vagyok az ember, és akkor én a problémákat és a helyzeteket ilyen esetekben mindig karakterekben és történetekben látom. Na most nyilván itt a fő karakter,
aki, hát annyit el lehet árulni, mert már annyi interjúban elmondtam, de tulajdonképpen egy ilyen nagyon érzékeny, családi körülmények között elnyomott srác, aki később rendőr lesz, majd a bűn közelébe is kerül, és ez egy valóságos karakterből is származik, tehát én ismertem azt az embert, aki hasonló volt, de ez nem az ő élete. Tehát más volt a neve, másként nézett ki, más volt a családja, más körülmények között élt, tehát gyakorlatilag az ötlet magját adta az a karakter. Amilyen ez a szereplő lett, olyat is ismertem közvetlen környezetemben, tehát két-három ember általában össze van gyúrva a különböző emberekhez, és akkor ugyanezt a karaktert az ember, az író az átszűri saját magán, beleéli magát a helyzetébe, megpróbál az ő bőrében viselkedni, tehát ezek mindig így alakulnak, és ha végigmegyek a karaktereken, mindegyik erről szól. Na most az a trauma, amin valamennyien végigmegyünk, csak vagy feldolgozzuk, vagy nem, tehát ami lehet egy családi trauma, egy szerelmi trauma, általában apa-fiú viszony. Az én apámmal való viszonyom nem ilyen volt. De rengeteg olyan ismerősöm van, akiről tudom, hogy az egész élete küzdelme arról szól, hogy az apjával próbált állandóan küzdeni, próbált megfelelni az apjának, aki lenézte, nem fogadta el. Na most eleve egy vakvágány, hogy valaki az életét azt szerint próbálja beállítani. Rengeteg ilyen van az ismeretségi körülmény. Hát ugye a fősünk is ettől hát szenved, vagy ebben a sztoriban van. Igen. Ilyen. És hogy ez hova visz? Tehát a feldolgozatlan traumák, azok, és itt ugye párhuzamosan vannak a személyi, családi traumák, és a társadalmi traumák a háttérben, hogy azok hogy rombolják szét az emberi kapcsolatokat, a szerelmeket, a szülő-gyerek kapcsolatot, a baráti kapcsolatot, és hogy helyezik el azokat az aknákat, amelyek később majd fel fognak robbanni. És hogy ez az életünk, tehát most legutóbb azt hiszem valahogy úgy hirdette a kiadón, annak nagyon örültem, hogy regény az életünkről. Tehát itt nem sorsregény, meg nem kalandregény, meg minden van benne. Minden van benne. Kicsit bűnügyi regény, tehát az élet, most igen. Nekem ez a kedvencem. Igen. De hogy közben van ebben azért egy nagyon fontos dolog, hogy ez addig trauma, amíg nem veszed a kezedbe a sorsodat, nem nézel vele szembe, nem dolgozod föl, és nem döntöd el, hogy akarsz és tudsz rajta változtatni. Onnantól kezdve már a trauma tapasztalattá, hogy is mondjam, szublimálódik, és azt mondom, hogy eddig ez trauma volt, de most már viszont csak tapasztalatot csinálok belőle, de nem vagyok hajlandó azon séma szerint élni, szenvedni, valaki mást okolni, hanem a saját életemről én magam tehetek, és dönthetek arról, hogy tovább szenvedek, vagy tapasztalatként gondolok rá, és megváltoztatom. És nekem leginkább erről szólt ez a könyv. És hogy visszaütsze. Igen. Tehát, hogy levelede azon, aki veled szemben elkövette, mert ugye itt az történik, hogy van egy reakció. Igen. És a reakció nem az, hogy aki megnyomorította az életedet, azon ezt levered, amikor lehetőséged van, hanem emberséggel felülemelkedni. Igen. És ez, amit nagyon kevesen tudnak. Igen. Ez egyetlen megoldás. Tehát akár az ember a politikát nézi, tehát nem tudom, sokat foglalkoztak az izraeli-palesztin kérdéssel, vagy a ukrán helyzet, vagy ami a regényben megjelenik egyébként, a délszláv háború, ami nekem személyes élmény is volt, mert ugye forgattam is ott. Tehát a végső megoldás mindig az, hogy az ember vegyen egy mély lélegzetet, és próbálja a másik embert nézni. Nem az ideológiáját, nem a bőrszínét, nem az, hogy ott van egy másik ember, vajon mi mozgatja? Igen, és meg hol van ebben az évfelelőssége. Igen. Magyarország hány százaléka alkalmas szerintetek erre? Hogy eljusson ideig a felismerésig. Szerintem alkalmasnak mindenki alkalmas, csak hát ezt valahogy el kellene juttatni az embereket, tehát oktatással el lehetne juttatni. Nem igazán ebbe az irányba megy az oktatás. Egészséges lelkület kellene az embereknek. Ugye, nem ilyen irányba megy az egészségügy sem. Még esetleg valami, ami szerint. Még a villamos sem abban az irányba megy. Egyébként a végén, amikor azt mondja a kiadó, hogy figyelj, most már le kéne adni, tényleg értem. Az egy nehéz pontja az elengedésnek, vagy azt mondta, hogy jó, kész, menj. De na még, na várjál, na most az még az kész van. Tehát én azon gondolkozom, hogy annyira hozzá tud nőni maga az alkotás folyamat, hogy ezt olyan, mint hogy a gyereket elengedni az óvodába, vagy a bölcsőbe, hogy el kell engedne, menjen, lesz, ami lesz, de most már mennie kell, mert nyomdába kell lenni. Igen. A könyvnek. Nehéz elengedő vagy hogy az ember egyre többet ír, egyre könnyebben megy határidő, el kell engednem, lesz, ami lesz, menjen a nyomdába. Ez úgy szokott zajlani, hogy egy hajnalon
kiadó emberei megtörnek a lakásban, tarkon ütnek, kicsavarják, mert új, igen, a könyvvel a kézirattal alszom, magammal át gyűrve, kicsavarják a kezembe, és akkor elviszik, és akkor én még sokáig kiabálok utána, úgyis átírom, de hát nagyjából így szokott történni. Igen, szóval, hogy nehéz elengedő vagy akkor. Igen. És akkor is azt szoktam írni, amikor már megjelent. Ezt még nem, igen, de hát mondjuk a Tövis pusztát, azt már háromszor írtam át, tehát aki, és sokan nem értik, hogy miért. Azt mondta, hát te már az első is jó volt. Hát lehet, hogy neked jó volt, én szerintem meg nem volt jó, és én úgy éreztem, hogy akkor tudnék ebből jobbat is csinálni, úgyhogy tulajdonképpen a 10. éves jubileumi kiadás az már szerintem a harmadik, vagy nem tudom, anyadik változat volt, amire azt mondtam, hogy nagyon most már nem mondom, hogy jó, hogy elégedett vagyok teljesen vele, de már többször nem írom át. De ez a fejlődés miatt van, hogy közben, ahogy telnek az évek, te is fejlődsz, változol, és másképp látod ugyanaz a dolgokat? Kiadó miatt, mert még egyszer kiadhatja, ez az! Nem, ez másik kiadó. Ez három kiadó volt közben. Szóval nem, azt hiszem, hogy azért van, mert ugye én 63 éves voltam, amikor életem első regényét megírtam. Tehát én még mindig egy fiatal író vagyok, és ugye az írást is meg kell tanulni. Tehát én rengeteget írtam, meg riportköteteim voltak, de az a fajta nyelvezet és szöveg, amit az ember mondjuk riportként ír, dokumentumfilmben vagy riportkötetben, az nem ugyanaz, mint a szépirodalmi nyelv. És vagy túlírja az ember, és akkor próbál ilyen lila izékat mondani, mert majd most én író leszek, igen, vagy alulírja, és akkor, ahogy egyik nagy magyar író, akivel jobba vagyok, elolvasta ott egy ilyen korábbi szövegemet, és akkor azt mondta, hogy te ez olyan, mint egy alámondó szöveg. Mondta. És akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy akkor most mi a különbség a között, amit én már profi módon tudok csinálni, mert csináltam nem tudom hány száz riportfilmet és egyebet, és mitől más egy szép irodalmi szöveg, és a Tövis pusztának az első kiadásáról úgy éreztem, hogy nincsenek rendesen kibontva a figurák, a szereplők, a karakterek, hiányoznak részek, vannak, ami túl van írva, és állandóan újra kellett írni, amíg eljutottam odáig, hogy azt mondjam, hogy ez most már rendben van. Uh-huh. És van ilyen alternatív befejezés is, mint sok videójátéknak? Hogy is, hogy egyébként a magyar írói társadalom az befogadó? Tehát, hogy aki mondjuk szép irodalmat ír, vagy drámaíró, fölhív téged, és azt mondja, hogy igen, András, na ez rendben van. Vagy nekik te mindig egy kicsit egy bevándorló vagy, aki a rádióból, tévéből jött, írni akar, mert most ez nagyon népszerű dolog, na de mi magyar írók, drámaírók, költők, hát mit gondolunk mi a szép irodalomról? Van visszajelzésed a nagyoktól, hogy egyszer csak azt mondjuk, hogy igen, na, ez már itt vagy köztünk, vagy egy ugyanolyan hiú éra ez, mint hát minden, mint amilyen tévések, mi vagyunk hát hiúk, vagy rádiósok akár. Én nekem az a szerencsém volt, hogy valamikor régen Billy Wilderrel, aki ugye fiatalok kedvéért mondom, tehát a nem tudom, 50-es, 60-as években Amerikában két nagy rendező volt, a Hitchcock nevéért mindenki tudja, ő a thriller, és az összes híres vígjáték az Billy Wilder volt. Annyi Oscar-díja volt, hogy a WC-be kellett tartania. És én csináltam vele egy interjút, és akkor kérdeztem tőle, hogy voltak az írók, a színházasok és a filmesek viszonya a 30-as években, amikor ő kiment Hollywoodba. És akkor azt mondta, hogy hát az úgy van, hogy a regényírók azok mindig lenézik a színházi embereket, a drámaírókat. A drámaírók meg mindig lenézték a filmeseket. Szerencsére azóta feltalálták a televíziót, most már nekünk is van, akik lenézhetünk. Na most ugye ez a fajta gondolkodás, ez nyilván megvan, tehát hát ez egy, nyilván egy tévés, aki ír, de nagyon sok olyan, tehát nagyon sok, tehát több olyan író van, aki megdicsér, azt mondja, ez jó volt, főként filmesek egyébként, aha, mert érdekes módon jelenetekben írom a regényeket is. Tehát egy kicsit ez a filmes, meg nagyon sok képi világ van benne, hát ez valószínűleg onnan származik, ahonnan én érkeztem, meg az is, hogy mindig azt mondják, még ha nem is tetszik annyira, akkor is ezek nem tudjuk letenni. Mert ha valaki a tévéből jön, és megszokta azt, hogy nem ülhet le a műsor, mert elkapcsolnak. Hát vagy villamoson olvasnak. Ezt a ritmust, igen, ezt a ritmust próbálja diktálni a könyvekben is. És
utána meg mindig azt kérdezem, hogy ja, ha nem tudtad letenni, akkor... Akkor rendben van, nem? Akkor rendben van. Akkor onnantól kezdve. Igen. Úgyhogy de elfogadnak. Vannak, akik elfogadnak, vannak, akik nem, de szerintem egymást se fogadják el az emberek. Tehát itt nem arról van szó, hogy azért, mert én ment vagyok. Csak kíváncsi voltam, hogy mi a visszajelzés. Igen. Ugye, András, ezzel az egészen azt akarod mondani, hogy érdemes elolvasni? Hát én nem tudom, nézd. Nagyon óvatosan kell vele bánni, mert ha kézbe veszed, nem tudod letenni. Szóval nagyon régóta be akarom tőled kérdezni, csak sose találkoztunk személyesen, amikor volt a Világfalu című műsorod, és elmentél valahova, én nem tudom, talán Dél-Amerikában. De jó volt. Egy sámán szertartásra. Igen, az Ayahuasca volt, vagy San Pedro? Uh-huh. San Pedro. San Pedro volt. De voltam utána nálatok műsorban. Voltál nálunk utána tényleg? Amikor a Világfaluval? A Világkép, amikor megjelent, aminek azért részletek vannak, akkor voltam, és akkor látod, nem jutott eszedbe. Úgy látszik, te azóta kaptál rá ezeket. A szerekre. Igen, ez később ütött be. Arra emlékszem, hogy volt egy kép, amikor te kvázi fekszel tulajdonképpen, és alá narrálod, hogy te ott a szertartás közben mit éltél át. És ez nagyon régóta meg akartam tőled kérdezni, hogy San Pedro vagy Ayahuasca. De na jó, de hogy azt tudjuk, hogy szóval ez úgy történt ez a dolog, hogy ugye én el akartam menni egy ilyen sámán szertartásra, meg is beszéltem a sámánnal, és ott volt az a társaság, akik kísértek engem, és akkor a sámán az utolsó pillanatban azt mondta, hogy akkor hajlandó megcsinálni a sámán szertartást, ha én is részt veszek benne. És ugye akkor én döntés előtt álltam, hogy most vagy nincs a filmben sámán szertartás, vagy nincs anyag, kell beszállni. És egyébként is azt mondta a sámán, hogy ő úgy látja rajtam, hogy nekem erre szükségem lenne, mert nem jó a kapcsolatom a természettel, mondta, és akkor majd meglátom, hogy milyen jó lesz a kapcsolatom. És így szálltam ebbe a dologba bele, és hát nem lettem függő. Nagyon vacak íze van ennek, tehát nem érdemes vele próbálkozni. A hatás az meg félelmetes volt egy kicsit, de emlékezetes. Tehát végül örültem neki, hogy kipróbáltam egyszer, de mert az ember egyszer érdemes sok mindent kipróbálni, kivéve azt, amiről biztosan tudod, hogy függővé válsz, mert az csak a hülye próbálja ki. Na, én azt a tövis puszta változatot akarom elolvasni, amit azután írtam. Az biztos nem adtak ki sem. Az, amire át kell írnom a tövis pusztát. Ezt a könyvet írtam azóta. Igen. Úgyhogy akit érdekel. Megjött egy nagyon fontos SMS, bírom ezt az embert, és még a kávéja is nagyon jó. Járjanak a képes kávéba. Igen. Lesz ma nagy ünneplés, hogy kell elképzelni? Hát születésen sok gyerek, unoka, hát az ember azt mondja, ez egy idilli pillanat, gyerekek mindenhol, család mindenhol, vagy egyébként én téged inkább egy ilyen önmagamat ünnepelni nem nagyon szerető típusnak gondollak, érzelmileg kicsit introvertáltnak. Aki úgy megünnepelteti magát, de jobban szeret más ünnepelni, csak ne őt ünnepeljék. Nagy buli lesz ma, vagy szolidan? Nem lesz. Tényleg nem szeretem magam ünnepeltetni. Egy részük, akik például már külföldön vannak, már hajnalban hallottam, hogy csipog a telefon, mert ott meg már más időpont volt, úgyhogy ők már jelentkeztek. A nővérem is azt hiszem hajnali egykor csipogott egyet. Igen, mindenki már első akar lenni, persze. Már a születésnapod van. Volt olyan, akit én fölhívtam ma az egyik, vagy tegnap este már az egyik lányomat, hogy nem akarom, hogy itten pedálozzál napközben, mert annyira tele van. Essünk túl rajta, jó? Mondta, hogy de jó fejl, hogy előre fölhívtad, hogy lehetőséget adjak, és hogy beszélgetni tudjunk, mert különben... Igen, most gratulálj, inkább nem fogod elfelejteni. Az apád vagyok, most elmondhatod. Holnap ne törődj ezzel. Nem fejtette volna el, csak tudod, ilyenkor akkor nem tudok senkivel beszélgetni, és igen. Én a gyerekeimmel szeretnék beszélgetni, hogy hát akkor ővele mi van az én születésnapom alkalmából. Egyébként, ha már ugye említed a gyerekeknek a családot, mondod, hogy nagyon sok mindenki külföldön van, meg hogy elköltöztek, szétrepült mindenki, de közben te ugye azt is mondod, hogy ott érdemes élni az embernek, ahol jól fel tudja bosszantani magát. Ez ami itt van. Jó helyen vagy. Jó helyen vagy. Igen. Mindenki biztatni tudok erre. Soha nem gondoltál arra, hogy igen, hogy most már nincs ami kössön, gyerekek, kirepültek irány külföld, néha kicsit elolvasom a híreket, bosszankodok, de jobb lesz azért nekem egy Miami apartmanban valahol onnan könyvet írni. Hát ez egy szabad foglalkozás, az ember bárhonnan tud. Én könnyen elmehetnék egyébként, tehát hogy most én Spanyolországban, egy kis faluban írom a regényemet, vagy sem, az nagyjából tökéletesen mindegy. De egyrészt ugye gyerekeim, unokáim vannak, a feleségem, még nem egy ilyen nyugdíjas asszony, hogy enyhén fogalmazzak, tehát ugye egy
25 évvel fiatalabb nálam, ő aktív, őt is a munkája ide köti, hát nagyon jó munkája van, középiskolai tanár. Mindenki irigyel. Hát akkor ha nem megy a könyv, akkor is megvagytok. Persze, igen. Szóval, hogy meg én egy ilyen honvágyó típus vagyok. Tehát amikor évekig külföldön voltam, akkor is úgy elgondoltam, hogy sétálni a Dunaparton, és akkor nézni ott a budai hegyeket, és hát pedig azért tudjuk, hogy Monaco is nagyon közel áll a szívedhez, és ami mögötte van. Minden mögöttem. Csak most akkor oda születtem volna, akkor egyszerű. Igazából, ahogy azt hiszem említettétek itt, vagy valahogy én tényleg úgy érzem, hogy aki nagyon érzékeny erre a kultúrára és az országra, az tényleg olyan, mint a malária. Hogyha egyszer bekerül az ember vérébe, akkor nem tud szabadulni, és én sikeres embereket ismertem világszerte, magyar származásúakat, és akkor, amikor szóba került az ország, akkor azért rögtön könyvbe lábadt a szemük. Tehát érezheti magát az ember nagyon jól külföldön is, de van valami, ami azért mégis, ha erre érzékeny, akkor ide köti. Valaki nem, az egy más műfaj, de én egy ilyen nosztalgikus alkat vagyok. Hűséges típus. András, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nagyon örültünk neked, és hát nagyon sok szerencsét köszönöm. A könyvhöz, a könyvturnéhoz, én nagyon szerettem a könyvet, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, én nagyon élveztük szépen a beszélgetést. Most jó. Kapjuk meg azt a példát. Mindig jó lehetek. Bocsánat, nekem küldték. Nem is mondtuk egy szóval sem. Van egy pici szellemi deficit a műsorban, színházba járni és könyvet olvasni én szoktam, de ez nincs. Mi csak szellemesek vagyunk. Kepes Andrással beszélgettünk, aki van a Két macska voltam című könyvéről. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Kilenc óra után vagyunk, 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, sziasztok! Jó reggelt! Hello, bello, gyerekek, itt vagyunk. Hú, de szeretem a Kepest hallgatni, írja valaki, köszönjük szépen. Igen, mi hisszük azt, hogy azért az ilyen típusú beszélgetések is bele kell, hogy férjenek. András, nagyon szeretjük meg a gyerekeket, hát csak a szakmai kvalitás, meg egyáltalán a médiában eltöltött 50 éve az elképesztő, meggyőző, ugye, nem is, hogy meggyőző a jó szó, de hogy mi azért szeretjük így van, és egy ilyen komolyabb téma, vagy egy ilyen beszélgetés azért abszolút belefér. Ráadásul az, hogy 75 éves ma ünnepli a születésnapját, 50 éve van a pályán, és még új könyve van, minden együtt van, igen, pont ezért gondoltunk arra, hogy na azért ez egy jó apropó, hogy meghívjuk. Igen. Szóval San Pedrózott. Jó. Ez. Uh-huh. Az mi? A San Pedró az egy kaktusz. Aha. Ez egy kaktuszból, azt egy kaktuszból nyerik ki a San Pedró. A San Pedró maga a kaktusznak a neve, amiből egy főzetet csinálnak, és hát azt a főzetet kell meginnod. Ez egy ilyen sűrű, zöld, de fekete. Ugyanez a hatás. Vagy hasonló. Tehát önmagunk keresése, mélyre megyünk. Szaladunk a sárkány elől, rosszul vagyunk, elesünk, világos. Igen, hát most ezt röviden leírtad azért. Egyszerűsítettem, úgy érzed? Egyszerűsítettél, igen. Más, mint az ajahuaszka, de igen, nyilván ugyanúgy az útkeresése és a válaszok keresése. Tehát nem egy hétvégi, nem tudom, iszunk velencei nádasdiszkó előtt a parkolóba betoljuk történet. Pár nap előfordulhat. De húsz tekila és megnyalod az alját. Az élménynek. Igen. A San Pedro élménynek megnyalhatod az alját. Igen. Szóval ez egy érdekes történet. Ez egy ugyanolyan kaktusz, mint a többi. Oké. Okay. És benne van a medicína. Benne van az igazság. Ott van az igazság benne. Igen, csak tud meginni. Na jól van. Oké. Gyerekek, akkor viszont azt ígértük korán reggel, hogy ugye mivel ez igazából azt hiszem, hogy abszolút lehet róla beszélni, egyáltalán nem reklám, de hogy valami csoda történik a magyar zeneiparban, valami olyan, ami eddig még soha nem volt. Egy fiatal srác megtölti ugye a Puskás Arénát, a nagyot, hogy 95%-a elment egy nap alatt a jegyeinek, az Ariáról van szó, ez valami isteni csoda, de hál' Isten, hogy vannak ilyen csodáink, és úgy néz ki, hogy dupla. Nem aréna, Ákos is volt az aréna, nem. Tehát nem ez a nem, ez a Puskás stadion, gyerekek, oda a Guns N' Roses megy, meg a Rolling Stones, meg az Aerosmith, meg aki erre jön.
oda 60 ezer ember. De az Aerosmith nem jött. Az Aerosmith lemondta. Be is buktuk a jegyet. Szemek. Rohadjanak meg. Na mindegy. 95%-ban eladták tegnap a jegyeket. Aki föl akart menni, kiírta, hogy 7000 várakozó, 5000 várakozó, tehát lehetetlen volt. És erre tegnap este láttam egyébként Azinak a saját oldalán, hogy meghirdették, hogy még egy. Igen. Nem még egy park, nem még egy aréna, még egy Puskás stadion koncertet bevállalnak. Önmagában a csávó történelmet írt. Tehát ez valami egészen jó, elképesztő. Van egyszer megtöltötte, de kétszer már nem fogja. Igen. Akkor is kitartunk. Igen. Aki az, ugye ennek van egy előzménye, egyszer se fogja. Egyszer na jó, se fogja egyszer, igen, de kétszer. Na jó, kétszer. Igen. Igen, nekünk az semmi nem jó, de hogy ez valami tényleg valami elképesztő. És egy 23 éves fiatal fiúról van szó. És most mindegy, hogy hallgatod, vagy nem, szereted, vagy nem. Egyébként az ő csodája ugye abban rejlik, hogy tényleg generációkat mozgat meg. Tehát már az idősek is, az 50 évesek is, a 20 évesek is, a 10 évesek is. Tehát valahogy az ő univerzális zenei nyelve az egy olyan történet, hogy mindenki szereti nagyon sokat, de nem egy adott korosztály. Ugye azért általában szól a rádiókban. És hát nem nagyon szól a rádióban, ugye reggel beszéltük, hogy ma már azért tulajdonképpen, hogy egy zenekar így befusson, vagy egy előadó már nem is kell igazán úgy az a klasszikus értelművet játszás, hiszen ma már azért a tartalom megosztás, meg a különböző platformok azért hihetetlenül nyomják, és hát valami 20 akárhány millió Spotify letöltés, tehát hogy valami bődületes számok, és ugye kettő nagy koncert. Hát gondoltuk, hogy ha az itt nem is érjük el, legalább a menedzserét fölhívjuk, csak hogy egyáltalán meséljen erről, hogy fagyott le tegnap a rendszer, mi történt, mikor jöttek rá, hogy ebből meg lehet csinálni még egyet, és mi van, ha még ebben van még egy, érted? Tehát hogy mi van, ha a következő elmegy egy hét alatt, akkor elképzelhet, hogy hát, akkor hármat nyomnak, ez csak a Coldplay csinálja nálunk gyerekek jövőre éppen. Hát tehát, nyilván kommunikáltak a művész úrral, és hát valószínűleg azért ott is lehetett egy egészséges rácsodálkozás, hogy basszus, ennyire népszerű vagyok, vagy egyáltalán, hogy milyen érzései vannak neki, amikor kiderül, hogy sicsüt elmentek a jegyek. Oké, tudom, hogy népszerű vagyok, oké, tudom, hogy szeretnek, nem vagyok hülye, látom a nézettséget, látom az eléréseket, találtok, látom a koncerteken a tomboló tömeget, de basszus. Fejet kell hajtani, tehát hogy ez az a kategóriát, ez gratulálom. Akkor sem! Nagypapa, mi van nagypapa? Mit mond? Macskas plusz! Na azért! Mondom, új mondat! Jó, hát azért nagypapa, ne meghallott az azariát, begurult azért ő is, persze. Hát azért jöjjön a nagypapa is, mondja, hogy mi a helyzet. Na, itt van már a Geri a vonalban? Hol? Uh-huh. Geri, hello, jó reggel, ciao. Itt van valahogy a ködben. Hello. Sziasztok, ciao. Hello. Hello. Na, hát először is gratulálunk nektek, az egész csapatnak, mindenkinek, ez valami elképesztő. Nagyon szépen köszönjük, én csak este fogtam föl, mert annyira pokoli volt ez a tegnapi nap, azt hittem, hogy egy sétagalop lesz, de annyira feszült volt az. Mi nagyon szeretjük azt, hogyha mindenki a legboldogabb, főleg a rajongók, a vásárlók, igyekszünk nagyon-nagyon rajongókkal együtt lélegezni, hogy így mondjam, és nagyon nem volt könnyű ez a sorban állós kalandnak. Igen, 7500 jelentkező. De mennyire voltál optimista, vagy ki volt a legoptimistább a csapatban? Azi mondta, hogy gyerekek, el fog menni, te azt mondtad, jó, ne bízzuk el munkat egy hónap, valaki azt mondta, hogy két nap, valaki azt mondta a csapatban, hogy gyerekek, ha jövő májusra megtöltjük, tök jó. Vagy volt olyan, aki azt mondta, ami megtörtént valójában, hogy higgyétek el, itt 3 óra alatt elmegy, mint a 70 000 jegy. A Supermanagement csapatánál minden egyes alkalommal tudtunk tippelni, szavazni, és egy ebédat nyeremény. Az elmúlt 2 szavazást azt én nyertem, de ezt most nem én nyertem meg, mert én nem mertem a legnagyobbra tippelni, az egyik kollégám nyert. Egyébként az is sem nyert, ő 20,000+ volt az ő tippje. Hogy az első nap 20 akárhány ezer jegy megy el, ő azért az erre tippel. Igen, én 38-ra tippeltem. Én nagyon optimista voltam. Én azért nem tippeltem sold outot vagy teltházat, mert féltem attól, hogy ennyi embert feldolgozni időben azért nem könnyű, és valahol ez is történt, hogy egyébként a rendszer nem fagyott le, azt előbb hallottam, hogy azt mondtatok, lefagyott, nem fagyott le, csak lassabb volt, mint egyébként, hiszen ugyan brutális nyomás volt a szervereken, hogy az valami elképesztő, és lassabb volt. Van, akinek nagyon nehéz volt jegyhez jutnia, van, akinek meg könnyebben, picit talán, nem tudom, a szerencse faktor is benne volt, és amikor láttuk azt, hogy elértünk egy bizonyos számot, akkor döntöttük el, hogy lehet, hogy érdemes duplázni. Eleinte egyébként nagyon para volt, mert az első 2 órában úgy tűnt számunkra, a hivatalos számokat néztük, hogy jóval kevesebb jegyet adtunk el, mint mondjuk a Budapest Parkban, és ott volt egy kis gyomorgörcs, hogy hú, ez azért
mégiscsak dupla, vagy sokkal drágább jegyekkel megyünk, stb. Nehogy, hogy mi lőttük túl ezt az egészet, hiszen azért mégiscsak magyar zenekar nem nagyon merte még megcsinálni a Puskást, és előtte mi is azért nagyon-nagyon nehezen álltunk erre rá, hogy egy ilyet megkockáztassunk. De aztán jött a Broadway csapat, aki segített nekünk, és az ő ötletük volt az, hogy merjünk belevágni ebbe, és nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy ezt megmertük tenni. Terheléses támadás, hogy így. Terheléses támadás érte az ötlet. Figyeljünk, hogy akadályozzátok meg, hogy nemzetközi nagy algoritmusok, meg jegyüzér oldalak, mint amit van a Viagogo, az ne vásároljon föl mondjuk 60 ezerből 30 ezerre. Tehát erre van valami szoftveretek, vagy szűrő program? Ennek a botjaival is meg kellett küzdenünk. Volt ilyen, van egy ilyen nagyon kis aranyos fancsoportja az inak a Facebookon, és ott volt olyan, hogy hát most rászálltak a Debreceni Egyetemnek a botjai is a jegyekre, és hogy emiatt, és most ma olvastam, hogy megkérem a Debreceni Egyetemnek a botjait, hogy ne menjenek rá a jegyekre most pénteken, mert ez most már tényleg disznóság. Nagyon nehéz. Figyelj, én éltem New Yorkban 3 évig, és minden egyes nagyobb koncertnél, ahol nem voltak jegyek, az utcán lehetett jegyüzérektől jegyet kapni. Ez a világon mindenhol így van. Egyszerűen ezt nem tudjuk kiküszöbölni. Most azzal próbáltuk meg egy kicsit segíteni a helyzetet, hogy 4 jegyvásárlásban állapítottuk meg a maximumot. És ennek ellenére, persze, és akkor mi van, a közönség egyik része nagyon örült, hogy ez az most akkor nem tudnak 20 jegyet venni ezek a rohadékok, cserébe az 5 gyerekes családok nem tudok jegyet venni a gyerekeimnek. Szóval nagyon persze, tényleg, hogy melyik újjába harapja az ember, igen. Ilyenkor nektek fölkérni az arénát, hogy gyerekek, másnapra van egy Guns vagy egy Aerosmith leütve, vagy tudunk jönni még egyszer? Tehát hogy tud ilyen gyorsan kiderülni, hogy ti másnap is mehettek? Vagy az ilyen nagy koncertekre mindig van 1-2 nap ráhagyás, nem tudom a Puskás schedule-jét, hogy az hogy van a beosztás, de hogy csak így fölhívod őket, hogy jönnénk holnap is, jó, megnézem, várják, Coldplay még nem, Aerosmith már nem, gyertek, akkor Valhely, gyertek, lehet. Ugye, csak a beépítés 1 hét. Tehát nem egy napra bérelt ki a Puskást, hanem napokra, sőt egy hétre lényegében. Plusz itt nagyon bonyolult, ezt én sem tudtam egyébként a Puskás előtt, hogy a gyep határoz meg mindent, hogy a gyepnek az elbontása, illetve visszaépítése. Tehát van egy ablak a nyári időszakban, amikor a focinak vége, meg amikor a foci megint elkezdődik, és vissza kell rakniunk a gyepet, és az alatt lehet x darab koncertet berakni. Tehát erre rástartol mindenki, ugye a külföldiek most már ugye szerencsére a magyarok is megjelentek a Puskásba, ez szerintem fantasztikus dolog, és egyszerűen nem napokat kell eladnod, hanem azt az x darab hetet kell megtöltened a koncertekkel. Tehát nekünk is sajnos nagyon úgy néz ki, hogy például, hogyha csoda lenne, és még ez a második is elmenne, egy harmadik bulit már nem tudnánk hova rakni, mert ha péntekre raktánk be, az egyrészt kiszúrás lenne a közönséggel, akik már megverték szombatra egyet, és ők először szeretnék látni a showt. Nem igazán érdemes péntekre belerakni egy koncertet, mert nem tudjuk addig fölépíteni azt a színpad technikát, azt az egész látványt, amit megálmodtunk, azt nem lehet megoldani, meg hát egyszerűen idő, amíg oda a nullából egy üres stadionba fölépíted a hangot, a fényt. Érted, igen, szóval, én a gázkoncerten gondolkoztam, hogy mi van a gyeppel. Nekem az volt a tippem, hogy építenek rá valami ilyen műanyag, legószerű ilyen valamit, amivel te nem lépsz rá a fűre. Igen. Mert úgy nézegettem, hogy mi van a fűvön. Fölszedik? Nincs ott a fű. És aztán ősszel telepítés. Akkor így volt a fű, és mondták, hogy nehogy mi a közelébe sem menjünk, és én Balga hozzányúltam a fűhöz, és úgy lecseszett az ember. Mit csinálsz? Az új, azról jövő, mit tudom én, micsoda, az majd meg fogja fertőzni az egész vett. Tehát olyan szinten komolyan veszik ott a Wimbledon, basszus, Wimbledon, komolyan. Tehát érdemes dumálnatok egyébként ezzel erről a fű kérdésről, mármint nem olyan fajta fű kérdésről. Valakivel majd a... Ebben is tud segíteni? A szupermanagement tudna segíteni ezen? Do you have some weed? Igen. Szóval felszedik a füvet, ez is tök érdekes. Na ezeket például az ember bele se gondol, hogy ezt nem is tudjuk, ez technikailag tulajdonképpen, hogy néz ki, meg mennyi a beépítés, meg hogy van. Igen, ez egy külön sztori volt, csak nem tudom, 10 percig magyaráztak ezt az egész dolgot, és leesett állal hallgattam, szóval, hogy lehet, hogy megér egyszer egy szegment nálatok a Puskás fűkérdés
ügy. Hát az igen, hát az Wimbledonban is gyerekek, azt ollóval vágják, egy évig igen. nevelik, hajszárítóval, fénysugárzóval követik, csinálják, fűmester van Wimbledonban. Azért külön tudom, hogy nem engednek oda bárkit, fűmester van. Nem azért rápolgatják, hogy oda menjen, aztán a Tóth Gergő a kis mocskos rocker ujjaival ott összetaperolja. Figyelj, ezt a dátumot egyébként hogy néztétek ki? Ez már előre se régen le volt ütve ez a dátum? Vagy ez hogy volt ez a dátum kérdés? Az első koncert, ezt ti régen leütöttétek? Beszéltünk erről először egy akkor még Puskásban dolgozó szervezőbarátunkkal, és ő lebeszélt, hogy felejtsétek el, 10-szer annyiba kerülnek a költségek itt, és esélytelen az egész. Aztán tavasszal ütöttük le a dátumot, amikor a Broadway-hez beültünk, és mi egyébként grupamában gondolkodtunk, azt láttuk egy reálisan megléphető dolognak az azinak, az is kockázatosnak minősült, és ők mondták, hogy figyelj, lesz a Hungária, és hogy ha elébe jövünk, akkor az valamennyire költségcsökkentő, csináljuk meg, nézzük meg, hogy meg tudjuk-e csinálni, akkor azért nagyokat nyertünk, és néztünk, hogy fú, biztos, hogy el fogunk tudni 40 ezernél több jegyet egy bármilyen magyar közre. De annyira nyomta a közönség is ezt a Azia Puskásba menjen, tehát hogy ez már konkrétan az aréna után tavasszal már ez téma volt a közönségüknél, hogy legyen Puskás. Meg úgy voltunk velük, hogy lehet, hogy ez a hype ez tud segíteni, de hát azt, tehát szóval májusban körül ütöttük, és már akkor elkezdtük tervezni ezt az egészet, hogy mikor jelentjük be, direkt vártunk vele elég sokáig, hogy lemenjenek a nyári koncertek, és most jelentettük be lényegében ugye nem régen, és hát brutális, tehát ami tegnap történt, egyszerűen még most az egész figyelj, és most arról beszéltük, hogy nyilván reményénk szerint tökre örülnénk neki, hogy ezt mondjuk személyesen is feltetnénk neki ezt a kérdést, de biztos, hogy beszéltél vele, ő ezt hogy éli meg? Mert nyilván azért persze tudja, hogy sikeres, tudja, hogy szeretik, de hogy ennyire, tehát mik voltak az első reakciói neki? Egyébként azért. Már bocs, hogy ezt fogom mondani, de egyébként ez a humor kérdés, ez az alapkérdés, amit mindenki föltesz neki állandóan. Szóval szegényt, hogyha berakod egy helyre, akkor mindenki, ez az első kérdés. Hogy éled meg a sikert? Hogy éled meg a sikert? Ez tudod olyan, mint amikor a zenekartól megkérdezik, hogy honnan a név. Ez ennek a sikeres verziója, hogy szegényt állandóan mindenki ezzel zaklatja. De amúgy meg nyilván nem véletlenül, tehát jogos a kérdés. Én azt gondolom, hogy fantasztikus az egész, azért nagyon gyorsan történik, és hát nagyon sokat beszélgetünk erről, meg próbáljuk ezt az egész dolgot tényleg. Az egészben az a fantasztikus, hogy körbeveszi őt egy nagyon jó baráti légkör. Egyrésztről mi a menedzsment sem vagyunk ilyen, nem tudom, szőrös szívű bizniszmenek, akik ezt pénzoldalról nézik, hanem baráti oldalról dolgozunk, vagy barátian dolgozunk, mint az összes többi zenekarunkkal is. Nagyon jó viszonyunk, és tényleg egy baráti légkör, ezt a Balázs biztos, hogy látta is, amikor volt pár koncerten, amit mi csináltunk. Ez abszolút látszik, igen. Nálunk nem ilyen nem tudom, van, hanem tényleg olyan, mintha a gyerekeim lennének, vagy a gyerekeink lennének a zenekarok. És mindent meg tudunk beszélni, a legdurvább dolgokat is, szóval, hogy valahol egy picit mi pszichológusok is vagyunk, de szerintem egyébként nagyon jó a helyzet, szóval de jogos a kérdés, szóval, hogy azért ez egy elég kemény egotrip is lehetne, viszont én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog egy előadónál az, hogy mindvégig alázatos maradjon, és a sikerei tükrében is, és azt gondolom, hogy nálunk mindenki nagyon ilyen a szupermenedzsmentnél. Nagyon büszke vagyok. Ez megtörténhet, hogy a második is egy nap alatt megy el, vagy most mire fogadtok? Most mi a legoptimistább előrejelzés? Hogy ugye meghirdettétek a másodikat, ott mi van? Ott is megtörténhet, hogy akár 24 óra alatt elmegy? Már nem mer senki semmit mondani, mi? Én már ezt nem akarom ilyen versenyszerűen felfogni. Ha elmegy, mit tudom, félház, háromnegyedház, vagy adott esetben teltház, azért nagyon reméljük, hogy azért megtelik. Az már lényegében teljesen mindegy, azt gondolom. Az biztos, hogy nem lesz, hogy mit tudom, 100 darab jegy fogyni, és azzal beszívattuk magunkat. Biztos, hogy sokan fognak érteni, egy nap alatt elment ennyi egy, akkor szerintem legközelebb is, és biztos, hogy sokan fognak elmenni rá, meg hát van még azt hiszem 8 hónap. Szóval én nem aggódom, úgyhogy teljesen mindegy, de én ezt nem akarom már ilyen versenykezésnek felfogni, meg nem is jót tesz ez a egy verseny dolog. Egyébként a zenében pont az a jó,
hogy egy ember el tud menni x darab koncertre is, szóval, hogy én sosem fogtam fel úgy, hogy vannak vagy tétársaink, hanem mindenkinek van egy saját világa, amit kialakít a zenekarok között, és van egy rajongótáborod, akik hülyek hozzá, szóval, hogy azt gondolom, hogy ez egy sokkal lazább verseny, ha egy. Hát persze, meg hát ha egy zenekar bemegy és megtölti, lehet, hogy azért is sokan felbátorodnak, megmerik tenni, és egyszer csak ott állnak majd, hogy 3-4-5 zenekarnak sikerült, és olyan élményt adnak, meg ők is élnek át egy igazi stadionkoncerttel, ami lehet, hogyha nincs az azi, akkor meg senki nem mer belevágni, mert kisítő, hogy azt mondja, hogy azért az nagy falat ne csináljuk, most meg csomóan meg tudják majd csinálni. Tehát valaki ezt az utat kijárta, és innentől kezdve viszont ez a dolog, ez be tud indulni. A Bitodulónak szóltatok már? A Bitodulónak szóltatok már? Most is ők voltak az előzőnek. Igen, az arénában ők voltak az előzőnek, hát az fantasztikus velük is az a közös munka. Ezt nem, amikor az Azi először mondta, hogy a Bitodulót akarja az arénában, mondom, kiket? Hát tudod, azok, akik ezt a nem tudom melyik számot nyomják, mondom, úristen, hát az nagyon durva. Figyelj, mi nálunk egyébként az is jellemző, hogy mi nem mondunk nemet az előadóinknak, hogyha van egy olyan őrült ötletük, amire mindenki más nemet mondana, mi inkább azt mondjuk, hogy igen, csináljuk meg, próbáljuk ki közösen. Szóval, hogy az egy szuper dolog volt. Nem hiszem, hogy most a Bitodó lesz. Hát most a Rolling Stones bejelentkezett, de még gondolkoztunk. Egyébként, de sajnos az Azinak van egy nagyon nagy kedvenc csapata, angol csapata, akiket fölkértünk, és sajnos az a baj, hogy felosztottak pont, és őket nem tudjuk berakni. Egy picik ezenek, senki nem ismeri, vagy nagyon kevesen ismerik itthon szerintem, de ők sajnos már nem léteznek, úgyhogy az kútba esett, úgyhogy majd... Maradj GVM! Igen. Figyelj, mi nem cseszegetjük az Azit, meg nem hívjuk, meg nem írunk rá, de mondd meg neki, hogy egyszer tök szívesen örülnék neki. Tudjuk, hogy nem az a nagyon elmenős, nagyon nyilatkozós, tehát pont ettől is jó, amit csinál, szerintem, hogy nem adja el sok helyre magát, meg nem megy, de ha egyszer van kedve, mi nagyon örülnénk. Egy ilyen félig meddig azért az egy komolyabb beszélgetés lenne, tehát nem csak röhögés, de hogy nagyon örülnénk, ha egyszer mondjuk bejönne hozzánk reggel. Nem feltétlenül erre a hullámra ráül, mi régóta invitáljuk, de hogy egyszer tényleg örülnénk egy ilyen komolyabb beszélgetésre, egy kicsit egy portré jelleggel, hogy ki is ő valójában, inkább ezt körbejárva. Jó, én is nagyon szeretném, beszéltünk már róla, szerintem biztos, hogy össze fog jönni elő vagy utóbb. Egyébként igazad van, ez stratégiailag is ez a helyzet, hogy igyekszünk minél kevesebb nyilatkozatot tőle kirakni, azért, mert már nem akarjuk, hogy a csapból is folyjon, mert tudod, egy idő után ez a nagy siker, ez visszafelé fordul. Biztos te is voltál már úgy annó, nem tudom, egy-egy daltól, hogy már a kifolyt a rádióból, és már az előadót is a végén már kezdted megutálni azért, mert állandóan mindenhol csak őt láttad. Szóval erre ő is igyekszik nagyon figyelni, meg mi is nagyon figyelünk, hogy ne legyen túl sok. Nyilván egy baleség azért belefér majd. Jó, figyelj, mondd meg neki, hogy le tudjuk fagyasztani a levelező rendszerét. Ráúszítunk 1 millió hallgatót, hogy gyere, Zazi, gyere be a Balázsékhoz, akkor utána nem fogja látni a leveleid. De tényleg örülnénk egyébként, mondd meg neki, hogy egyszer tök szívesen. A három öreg boomer elbeszélget ezzel a kis fiatal tehetséggel, hogy ki is ő valójában, tökre örülnénk. Geri, nagyon köszi, gratulálunk az egész csapatnak, ez tök menő. Szóval ez nagyon, nagyon klassz, amit toltok, gratulálunk azért, ez tényleg. Nagyon köszönöm a beszélgetést, tök jó volt. Nagyon, köszi Geri, csáó, jó munkát nektek, hello, köszönjük szépen. Hello. Gyerekek, azért le a kalappal. Az szóval azért két puskás stadion koncert, egy magyar előadónak, bárki is ez az előadó, aki ezt megcsinálja, azért az fantasztikus. Itt fejet kell hajtani, így van. Tehát ez zene történet magyar szempontból mindenféleképpen nagyon nagy dolog. 9:50 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Hey! Hármas sportnál után, útzár polgár után. Mi? Ez ugyanaz. Mit csinálok, Balázs? Mi van? Elfogytam. M3-as Hortnál Údzál, Údzál? Údzál van, gyerekek. Mindegy, mi van, ne menjetek. Aha, M3. Jó? Mindenhova mentek, aha, ne menjetek, jó? Ez van, gyerekek. Az időjárás jelentést támogatta a Terralux Magyarország hőszivattyúja. www.terralux.hu. Azt meg nézd meg a telefonodon. Ennyi van, ennyi van, érted, ennyi van. Időjárás szponzorral. Na mutatjuk, Ferko, minek megy neki, gyerekek, jó? Na, gyerünk! Optic World játékunk, kérem szépen, Ferenc megint motorra pattan, de nem jó a szeme, és neki megy valaminek. Nem vettem fel a szemüvegemet. Ennyi. Ki kell találni, hogy minek megy neki. Eddig jó? Nagyon nehéz játékok voltak. Figyelj! Figyelj, menjünk el tegnapja, ez jó volt. Figyelj! Figyelj!
Aha, én ezt imádom. Én elkezdtem megszeretni ezt. Én most kicsit minden nap várom, hogy minek mész neki. Tök jó. Ez minden nap meg akarom fejteni, hogy minek mész neki. Tegnap a lézerkapu, meg a trafó, meg a villanyvezeték. Tök jó volt. Ez jó. Itt van a játékosunk. Halló, Viki. Sziasztok, sziasztok. Hello, Viki. Na. Szia. Hello, Viki. Na? Ja, már mondhatom? Persze. Hangszereknek, zenekarnak. Egy zenekari busz. Jó, elmés a játék. Jó. Nagyon jó, így van. Hát egy ilyen egy zenekari buszt eltaláltad. Jaj, de jó, nagyon köszönöm. A lábasok, a bádoglemez és a kukas eroszt fekfejtés. Azokon is lehet hangokat generálni. Viki, figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél. Nagyon jó lesz. Gratulálunk! Nyereménye egy 100 000 forint értékű szemüvegvásárlási utalvány a 30 éves Optic World és az Optic World exkluzív felajánlásával. Azt a mindenit nekem! Nagyon köszönöm, még soha nem nyertem semmit, tényleg, nagyon köszönöm. Milyen jó egyből a szemedre tudod költeni, látod ez a magyar valóság? Igen, mert esélyre megvan a szemüvegem, mióta jogosítvány megvan, és én azóta nem tudtam újat csináltatni. Jézus Mária, hát akkor a többi autós nevében kívánjuk, hogy minél előbb juss el az Optic World-be. Főleg, hogy futárként dolgozom, igen. Jézus, úristen, színvak vagyok. És a fél szemem le van ragasztva, hogy hozzá. Nem, kontaktlencse is van mellé azért, de... A na jó. Hát akkor viszont csináltasd meg, vagy akkor frissítsd föl egy kicsit a kontaktlencsét, meg mindent, amit kell. Jó? Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen nektek. Köszönöm. Oké, puszi. Hello, sziasztok. Igen, köszönjük szépen, és hát megjött egy nagyon fontos SMS, a Csonka Andrásos riport nagyon jó volt ma. Köszönjük szépen! Igen, pici nagyon jó. Pici mindig nagyon jó. Oké, gyerekek, jól van. Nem akar ez megjönni az napsütés. Hány fok van kint? Hát, 10. Az hűvöskés, te. Azért az hűvöskés. De majd holnap. Az tegnap is ezt mondtad. Péntek a lényeg. És holnap is ezt mondom. És holnap is ezt mondod. Majd holnap. Péntek a lényeg, mert akkor lesz a kis csapatépítőnk. Ez már most pénteken? Ez most bizony. Pénteken, ne felejtsd el a meccsekben. Igen, vagyok a meccsekben. Egy négy csillagos szállodában, majd írok a jacuzziból. Közös zuhanyzó, közös hálóterem. Na. Nagyon finom. Emeletes ágy. Zuhany rózsát hozzá, az nincs. Kibizalom. Az ánusz rózsa nálam van. És te vásárolsz a bulira. Hát senki nem küldött semmit. De nem küldtetek semmit. Ezt küldjétek már át nekem, mert az lesz, hogy ott fogunk állni a bogrács mellett, és nem lesz semmi. Valaki vegye a kezébe ezt a péntek estét. Nem, szívesen megveszem, már tegnap is mondtam, de ha nem küldje, nem tudom, mit akar, azt tudom, mit főzünk, azt tudom, ki főz, azt tudom, mi kell, tehát semmit nem tudok. Nem lenne ez baj, hogy elkezdeni összetenni. Ki nem főz. Igen, azt tudom, hogy ki nem. Abba biztos vagyok, hogy ki nem főz. Ki kontárkodik majd bele, ezt egész biztos, hogy tudom. Na jó, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Vendégünk volt, ugye Kepes András, és Andrással a most megjelenő Két macska voltam című könyvéről beszélgettünk, annak a hátteréről, meg hát nem csak a könyvről igazából, érdemes az egész beszélgetést meghallgatni, hanem az ő, hát hogy is mondjam, hosszú pályafutásáról, kicsi rádió, kicsi tévé, hát sok minden, sok helyen volt ő azért, ugye a rádióban kezdett, a Magyar Rádióban, aztán különböző tévécsatornáknál volt, de most már csak ír, idézőjesen csak ír. Ugye erről is beszélgetünk meg hát magáról a regényről. Igen, ami szintén nagyon izgalmas, nagyon és olvasmányos történet. És finom a Piemonti magyaros kávéja is. És nagyon szeretjük, igen, a kókuszos látéjét. A tokiói vállásat. Ha elképesztő, hogy ilyen hálózatot épített, egyszerűen azt kell mondjam, az András csoda. Tényleg, elképesztő, hogy miket csinál. Igen. Hát ilyen nagy kedvencünk a dosszié, hát azt nagyon szerettük. Nagyon. És munkai típusokat is megbeszéltünk, hogy milyen típusok vannak, de rájöttünk, hogy ezt 10-ig tudnánk csinálni, mert a hallgatók nagyon sok mindent küldtek, hogy milyen típusú emberekkel dolgozol egy helyen. Egy cikkből indultunk, de kiderült, hogy nagyon sok fajta típus. És egyébként mindiket ismered. Igen, ez az a jó, az sajnos. Egy ilyen kollektív történet, hogy mindenki ismeri azt a típust, amit a hallgatók elküldtek, mindenkinek van hasonló. Ha senkit nem ismersz, akkor te vagy az. Nem mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Nagyon jókat írnak a hallgatók közben. A mindennap felmondó kolléga nagyon szeretjük. A mindennap mindig elmondja, hogy ez az utolsó én a felmondó. Na, én most már az egészet én nem és ez meg 8 éve. Igen. A kedvencem a mindig siető, mindig munkától túlterhelt fejetvágó, érdekes módon dolgozni soha nem látott típus. Valaki megírta az én legeslegnagyobb idézőles kedvencemet. Ő pedig a kamu jókedvű, aki hamisan fütyörészik egész nap. Mondom, hogy a legveszélyesebb.
Mondom, hogy a mindig mosolygó, mindig jókedvű, a legveszélyesebb típus. Van az álcázó, nagyon mit csinál jó, az álcázó? Ő mindig mindent elcsesz, de mindig másra kell. Nagyon jó, a nagy rákkerülző, ő az álcázó. Álcázó. Nagyon jó álcázók találkoztam is vele. Igen, nagyon jó álcázók vannak. Most programigazgat egy rádió. Ja. Az egy életművészhez hasonló dolog. Az álcázó, azok ügyesek. De az ügyes, így van. Soha nem csinálok semmit, kimozgok a munkából, dicséretnél ott vagyok, felelősséget áttolom, az olyan, mint a szappan, nem tudod megfogni, hogy kicsúszik. Az egy típus, és egy ügyes típus egyébként. Nem mondom, hogy jó, de Az tehetség. Mesterien űzik egyébként. Igen. Mesterien űzik. Ez igen. Tehetség. Smúzoló mindenkivel nyalizó, a tesztoriaidat a sajátként előadó hazug gyökér. Na, itt van valami személyes. Igen. A minden éve kanáltípusról se feledkezzünk meg, negyed mondatot csípel, így van, de úgy adja tovább, mint egy igazi jól értesült, nagyon jó. Egy apró típus, de ne felejtsük el őket, aki mindig fázik, általában kolléganő. Télen, nyáron, mellényben, szeptemberben. Á, igen, mindig. Szellőztetni nem lehet miatt, ő a mindig fázó. Volt egy 38 fokba tud reszketni és fázni. Iskola, mi mindig fázik? A pulóver, mindig télen, nyáron, garbó, forró tea. Van a mit ugrász, mindenbe beleokoskodó, fontoskodó kis rohadék. Magadra ismersz, Krisztián? Meg lettél szólítva. Van a folyton kunyaráló kölcsönkérő, nagyon jó. Folyton, igen. Csak egy kicsit a reggelidből, csak egy picit a cigitből, csak egy picit az italodból. Osztál üdítőt, adj már egy pohárral, adj és egy utána kortyot. Az rámegy a ízére is. Nincs gem, kapcsom, adjál már, légy szíves. Jaj, pont nálam fogyott ki a ízé, az A4-es papír, adj már egy hogy hívják el, egy stóccal. Ő mindent visz. Igen. A mindig viccmesélő, saját viccén nevető, igen. Borzasztó típus. Tehát van nekünk? Nincs, ugye? Nincs viccmesélünk. Általános viccmesélünk nincs, hál' Isten. Aki odajön és így nagyon erőltetetten viccet mesél. Van ilyen az itt nekünk? És azt hallottátok, nincs, hogy nincs. Az borzasztó kellemetlen. Na, most egy kedves emberről azt mondom, hogy nem mondd el. De hogy van tényleg egy kollégánk, aki van viccmesélő kollégánk? Igen, és sajnos mindig nekem. Tehát, hogy... Ja, de ezt mesélted, várjál. Igen, és én nagyon kedvelem őt, mert tényleg egy rendes srác, de nem kéne ebben ki vicceket. De várjál, egyet mondj, végighallgatod, vagy nem? Végig. Hát nyuszika vagy a folyóparton. És miért mindig neked meséli? Hát miért mindig neked meséli? Nyuszika vagy a folyóparton. Végre mindig össze kell hoznom egy ilyen megflágos, tudod, de ilyen remegő szájszíve. Hát de Jani, egyszer mondd meg neki azt, hogy figyelj, nem érdekel a viccet. De olyan kedves. Kitörsz az áldozati szerepből, nem kell. Nem mondd meg neki, hogy vele, nagyon kedvellek, de nem akarok reggel fél hatkor viccet nem hallani. Minden kimondott nem, a lelkünk mélyében magunk felé elhangzott igen. Szerintem ez nagyon igaz. Nem így van? Tudjátok, kiről van szó. Ez nagyon igaz. Minden másnak kimondott nem, az egy mélyebb szinten egy magadnak felé kimondott igen. Ez nagyon fontos, hogy nem, most nem a Jani esetem, mert ez egy bagatell dolog, hogy viccet mesél. De azzal, hogy te nem hallgatod meg, magadnak egy kimondott igen, hogy nem, ezt most magamnak kimondom, hogy megvédem magam. Az önidőddel kapcsolatban, az életeddel, minden kimondott nem, egy magadnak kimondott igen mélyebb szinten. Ez nagyon fontos szerintem. Megáll rám, nézz általában kis kávés. Kiszúr, de figyeld meg, hogy kiszúr. Mert tudja, hogy meghallgatod. Na, mi a helyzet? És azt hallottad, és oda már nem tudtál menekülni. Jó, akkor nem mondj nemet, próbáld meg egyszer, hogy nincs mosoly a végén. Nem mosolygasz. Nem most semmi. Csak egy ilyen... Már fél sikerre lehet, hogy nem fog többet tenni, de amíg még alá is nevetsz, kiszolgálod. Kiszolgálod a figyelmét. Hát alá neved. A tüzet. Tök rendes. Én megmondom, rács. Hogy figyelj, ez borzasztóan kellemetlen volt. Mondd el neki holnap reggel, hogy nagyon kedvellek, tényleg nincs veled semmi. Soha többet nem mondj nekem. Nem tudsz viccel. Nem, beszélgessünk bármiről, csak viccet nem esik. Soha többet nem mondj viccel. Na most ez megígérem nektek, ez így lesz. Ezt mondd meg, és figyeld meg, hogy felszabadító érzés lesz. Első emlékem veled, hogy ülök az édesanyám mellett, nézzük a Desszert című műsort. Ugye én akkor még bőven nem kacérkodtam azzal, hogy tévézek, még talán nem is volt erről szó. Mm-hmm. És azt figyeltem, hogy ki ez a pacák, aki három embert ültet le egyszerre, olyan halkan beszél, és mégis mindenki ráfigyel. Nekem te voltál a tévében a halkan beszélő ember. Próbáltam mindig kimaradni a beszélgetésből, tehát inkább a többieket beszéltetni, ami ugye ebben a talk show műfajban nem egy szokásos dolog, mert az mindig a műsorvezetőről szól. Egyébként arra emlékszel, hogy mi volt az a pont, amikor te azt mondtad a televízióra, hogy na ez volt az utolsó és elég? Többször abba hagytam a tévézést. Hát abba hagytam egyszer valamikor a 80-as évek elején, tehát amikor a stúdiót csináltuk, és éreztem, hogy túl nagy a politikai nyomás, és azt mondtam, hogy én ilyen körülmények között nem tudok, nem is akarok dolgozni.
És akkor az volt a szerencsém, hogy akkor felvettek engem a Stanford Egyetemre, Kaliforniába, és akkor gyakorlatilag aztán utána meghívtak a New Yorki Egyetemre tanítani. Milyen és szerencsés akkor... ember vagy, felvettek a Stanford Egyetemre? Hát csak tényleg szerencsés vagyok egyébként. És akkor 2 évre kiszakadtam, és akkor mindenki azt mondta, hogy elmész 2 évre, mindenki el fog felejteni. És mondta, hát ha elfelejtenek, akkor megérdemeltem. Akkor ez, ha meg nem, akkor nem akartam én visszamenni. Úgy könyörögtek vissza a kollégák, hogy menjek vissza a tévéhez. Aztán amikor ugye megbetegedtem, ez valamikor ugye 98-ban volt, akkor is ott hagytam 2 évre a tévét, és azt gondoltam, hogy nem megyek vissza. Tehát nekem ez nem hiányzott annyira a televíziózás, de a pont, amit kérdeztél, az az volt, hogy szerintem az eddigi legjobb dokumentumfilm sorozatomat csináltam, ez a Különös Történetek volt a címe, és mentem az utcán, és akkor azt kérdezték az emberek, hogy jaj, Kepes úr, de régen láttuk, miért nem csinál már valami jót a tévében? És mondom, hát most megy a sorozatom. Azt mondja, ja, mi már nem nézünk tévét. Na és amikor már a 100. ember ezt mondta, azt mondtam, hogy úgy látszik, hogy akik engem szerettek, és néztek, azok már nem néznek tévét. Akik most néznek tévét, azok meg valószínűleg nem engem akarnak látni, úgyhogy legegyszerűbb, hogyha én most befejezem. És nem gondolkodtál más platformon? Hát egy csomóan átmentek nem, YouTube. Nem. Olvastam veled egy interjút, és azt mondtad, hogy te már a 70-es, 80-as években egyébként írtál, csak volt, amit még talán önkezüleg megsemmisítettél, tehát hogy nem merted ezt úgy vállalni. Ugye talán interjúregényed, hogy voltak igen, már egy köteteid, hogy szép irodalom, nem igazából, de hogy az írás azért az egy tulajdonképpen a pályáddal együtt járó dolog. Csak hogy ezeket megsemmisítettem. Sajnos még az nem elején. Volt mindenki ilyen finnyás. Sajnos nem volt mindenki ennyi önreflexió. Igen, szóval, hogy igen, kell önkritika. El kellett jutnom addig a pontig, Jerome Davis Salingernek van egy kis regénye, és akkor abban van egy mondat, ami számomra nagyon fontos volt, ott a főhős megmutatja a bátyjának a novelláit. És akkor a bátyja elolvassa, és akkor azt mondja neki, hogy nem pofás kis történeteket várok tőled, a zsákmányodra vagyok kíváncsi. Aha. És akkor ez a mondat, ez nekem nagyon sokáig ott volt az íróasztalom fölött, és én a rádiós tévés műsoraimat is úgy készítettem, hogy mindig belegondoltam, hogy ezt mást is érdekelne, vagy ez az én zsák, ahogy én látom, ez az én zsákmányom-e. És el kellett jutnom odáig az írásban is, amíg azt mondtam, hogy olyat szeretnék írni, amit csak én tudok. Lehet, hogy nem ez a legjobb, lehet, hogy mások jobban megírják, de ez az enyém. Úgyhogy ez volt egy nagyon fontos pont. Ugye Két macska voltam, ez a könyvednek a címe. Tényleg, igen. De jó, hogy mondod. Jó, hogy azt szerintem, hogy ezért jött. Hát nem csak ezért jöttem, de ezért hívtatok. András rápillantott a jegyzeteire, és Balázsnak igazán. Azt mondod, hogy azért két macska, mert hogy legalább két macska, vagy két macska típus van az emberben. Ezt mondtad, minimum. Hogy ezt olvasom. Kéne lenni. Mire gondolsz ezzel pontosan, vagy ezt hogy érted? Hát tulajdonképpen ideális esetben ez az állandó kételj. Tehát, hogy soha ne érezd úgy, hogy csak egyféle igazság van, amire egyébként hajlamosak vagyunk, ami kultúránkban meg aztán végképp, de a világban is sajnos egyre inkább jobban elterjed. És azt gondolom, hogyha az emberben van két macska, aki állandóan egymást piszkálja, hogy te biztos, hogy az úgy van, vagy nem úgy van. Tehát ideális esetben ez a kétség, hát mondjuk rossz esetben ez a tudathasadás, de hát próbáljuk abból a szempontból megközelíteni, hogy akiben nincs legalább két macska, azt érdemes nagy ívben elkerülni, mert az mindenféle hajas dologra képes. Kételj nélkül nincs kritikai gondolkodás. Balázsék! A Rádió Egyen! 6 perc múlva, pontosan 8-9-10 óra van, szép volt valami. 10 óra van, 6 perc múlva, jó reggelt. Kívánom mindenkinek! Hívjuk a nap hallgatóját már is. Kreatin bevetted a fotó előtt, ne gyerek, nem szedik még. Várunk a kreatinnal, nem, forma időzítés van. Edzőben mondta, még nincs kreatin. Majd szedjük a kreatint. Majd a verseny előtt. A verseny előtt, így van, akkor sminkelünk bronzbarnára, és szedjük a kreatin. De vagy ma is tanuljatok valamit, azt mondta a mester, hogy a hideg tojásban is pont annyi a fehérje, mint a melegben. Igen, egy ezt úr, két órája itt van, basszus. Igen, de most beverem. Nem számít. Mit mondod? Haló Balázsék, jó reggel, ciao. Balázsék, hello. Ciao. Hello, hát nem... Hát
várjál, áttettem telefonra a kihangosítómból. Nem, te mondta. Nem mondtam. Mondta, ja, mondta, az jó, akkor, ja, csak akkor nem volt jó volna. Én elhiszem neked. Tehát, hogy... Persze, jobb lepül a földet. Nagyon jó. Hogy hívnak, hogy... Hol András vagyok, sziasztok. András, csáó, hol hallgatsz minket, hogy merre vagy? Olaszba vagyok, Olaszba megyek. Olaszba, régen volt, olasz. Megyünk Olaszba, hozunk farmert, meg csokit, megyünk Olaszba. Emlékeztek, hányan jártak? Olaszba. És mit csinálsz Olaszba? Viszem a búzát, gabonát ki. A rendes magyar búzát, hát. Azt nem tudom, hogy magyar. Ja, nem is érdekel, viszem valahova. Na jól van. Oké, te vagy a naphallgatója, te ugye a saját kollégádnak szóltál be, mint hogy milyen kollégás típus, kollégatípusokat ismersz, tehát van a mit ugrász, mindenbe beleokoskodó, fontoskodó kis köcsök kolléga. Magadra ismersz, Krisztián, ezt küldted nekünk, nagyon örülünk rajta. Úgyhogy te vagy a naphallgatója, van egy ajándékcsomagod, jó? Jó, nagyon jó, köszönöm. Oké, köszi, hogy minket hallgatsz még ott kint is. Ciao. Szia. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Egyébként én nem hallottam, de ha elfogadjuk... Az elején úgy. Ja, ez jött semmi. Ki belőle. Na. El? Hát persze. Egyszer mi is lehetünk jó fejek 15 év alatt. Na. Ennyi persze. Jó van, gyerekek. Oké. Okay. Yeah. Vedd be a fehérjét, teszem ennyi gyúrni. Halad, fehérjössz fehérje. No pain, no gain. Hideg fehérje, vagy meleg fehérje. Mindegy az. Tök mindegy. A lényeg fehérje. Jövök, úgy jövök, érted? Jövőre, már is ott a Beach Buddy. Messziről jössz, de jössz. Még hunka még az a karocska, de legalább elindult ezen az úton. Igen. Na, jövünk holnap. Puszi nektek, sziasztok. Sziasztok. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel.